uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 6 óra után vagyunk 11 perccel, jó reggelt kívánom minden hallgatóknak és nektek is, hello! Itt van mindenki, Jani! Sziasztok, jó reggelt! Én is mindenki, hello! Drága hallgatók, megjöttünk, és már csütörtök van, gyorsan elröppent ez a hét, enyhe az idő, és nem csúsznak az utak, ez mindig csak ugye arra vonatkozik, ahol mi vagyunk, senki ne vegye készpénznek, ez Budapestet illeti, hogy egészen normális körülmények között lehetett bejönni. Lehet, autózni. Hogy tegnap azért törte magát mindenki, mert mi azt mondtuk, hogy itt nem csúszik. Hát lehet, hogy kilépett, hogy itt nem csúszik, és elindult az áradat, de ma nagyon kellemes. Nagyon jó kis nincs is hideg, és az úgy se csúszik, úgyhogy ha ez így maradt tavasz. Pici szelecske van, de egyébként semmi extra. Mondjuk tegnap azért picit megijedtem, hogy este felé, vagy legalábbis korá este, amikor elkezdett szakadni nálunk az eső. Hú, milyen eső volt tegnap, nekem is pont. Mondom, csak ne ilyen legyen a disznóölés alatt, mert hogy ugye ez kültéri szabadtér. Igen, az nem lenne jó. És megfázik a malac pörzsölés után, mi? Csak ez lehet. Nem, csak értettek, aggódok. Hát eső az téged is ér azért, meveg a baj, értem én, hogy itt kivételezünk, meg mértünk a góc, meg te nem, de azért esőben ugyanúgy megázol. Aha. Hát nem. Jó, de én magamra húzom, mert az egyik hostesslánk is nem fog magázni. Ezt nem tudtam. Ilyen irányba megyünk? Ez egyre jobban tetszik? Igen? Jó, ugye? Na, ez komolyan, ez jó. Én úgy hallottam, hogy minden téren ki akarnak tenni magukért. Jó, ez abszolút szimpi. Hát jöjjön mindenki, akinek kedve van. Igen, holnap indulunk. Szigorú érkezés van. Nagyon szigorúan veszik itt a lányaink, a promóciós csajok az érkezést, hiszen programmal készülnek meg mindenfélével, úgyhogy ilyen 3-4 magasságában le kell érni. Én már nagyon kíváncsi vagyok. Én komolyan nagyon tényleg vannak elvárásaim dologgal kapcsolatban, és nagyon bízom benne, hogy nem legyen a rántott sajt. Golyatáboros élményeikből táplálkozva össze a kicsit olyan lesz. Én azt bírom, a zsába fúc, hülye sorversenyek, meg marha jó és nagyon egyszerű, ilyen régi iskolai időszakot idéző versenyek, elugrálhatom ott egy zsákba. A másik ruháján keresztül indítsd el a pingpong labdát a nyakától lefelé egész, és hogy a nadrágjának a szárán alul vedd majd. Igen, edd le a sportszeletet a damiról, ami lóg, hátszetett kézzel. Tudod, egyszerre áron indultok, szaladjatok oda. Egyé meg 10 habcsókot, vagy mit. Ezek jó feladatok. Meg hát egy idő után nem mindegy iszunk valami kis alkoholos italt. Hát akkor azt sem tudod, ki nyer, ki veszít. Még te is eszel holnap hagymásvért. Részeg leszel. Egy jó kis hagymásvér, azt azért arra bebelevezünk, nem? Nagyon-nagyon szorítok, hogy ne tessék túlsütni. Ja, mert ezt túlsütik, ez nem jó. Az nem jó. Az nem finom. De a ma reggel felé megnyugtatott, hogy ez egyben étterem is, tehát hogy azért én sem fogok kajani akkor maradni, úgyhogy nem ízítom be a mikros dobozokat. Ezt mondtam neked, nem kell vegának lenni. Ha meg az vagy, akkor tűrd. Igen, akkor tűrd. Meg vesd magadra. Akkor vesd magadra, érted? Ennyi. Akkor van rántott sajt és kész. Elmegyek egy tofu fesztiválra, akkor hát viszek magammal. Nem tudom, rántott húsos szendvicset. Ha majd legfeljebb tofuba bölésre megy. Ennyi. A vega fesztiválra megyek a kristásokhoz, Krisnavölgybe, és akkor az el kell viselni, hát ez egy ilyen történet. Mondjuk ott szerintem még Feri is jól érezné magát. Ú, de jó az a hely, igen, tavaly vagy tavaly előtt mi is megláttuk az őket a Benivel. Csak azt a dalt egy kicsit tovább írnák szövegbe, tehát ugye ez a Hare Krisna. Hát figyelj, ott halt meg a mester, leírta, és azóta így megmaradt ez a dal, és azóta ezt énekli. Tudod te is, hogy az esetek 90%-ában a világslágereknél is mindenki csak a refrént énekli, úgyhogy nem. Egyébként hát az összes többi csak reszli. Arra van jogdíj vajon? A Hare Krisnára valakinek? Hát nem tudom, nem hiszem, hogy ebből valaki kap. Abból azért lehetnek kaszálni. Jó, és az a buli partizánok dala után él. Abban nincs. Minden oké, mindenkivel minden rendben. Elkezdhetjük a reggelt. Persze, természetesen. Hát nem tudom, hogy beszélünk-e még ma róla terjedelmesebb formában, de hát ugye hallottuk az év hírét mondjuk ilyen technikai sport szempontból, ami Mihalis Norbival történt, ugye? Kértem tegnap Julit, hogy intézkedjen, igen, ráírtam, nem tudom, hogy sikerült-e, mert nem láttam még az adásmenetet. De esetleg két mondatot szerintem nyugodtan beszéltünk róla. Ha ráért, mert tegnap már Juli szervezte, akkor lesz is, mert én kértem, hogy legyen. Olvastam én is, hogy gyári hondot csapat. Gyári csapat, hát azért lesz. Rá is írtam a Julira, hogy Julikám, akkor még délután 4 óra, akkor lesz egy kis feladatod. Kerítsd elő nekünk holnapra a Mihalis gyorsan, hogy tudjunk vele beszélni. Mindjárt megnézem az adásmenetet. Óriási dolog. Óriási dolog. Nyilván van egy picit szomorúbb vetülete is, mégpedig az, hogy így az Engő Motorsporttal az ő kapcsolat
kapcsolata megszakad, de hogy az engőik is írtak a nyilatkozatukban, azért természetesen csak egy bokszal távol fog öltözni majd, és hogy ott lesz meg egymás mellett. Igen, igen, tehát hogy a jó viszony az továbbra is megmarad. Mert hogy az engő csatlasorba állít valakit? Hát persze. Próbálnak majd valakit. Pilótát keresni? Igen, igen, majd valakit kell neki találni. Kicsit megcsillant a szemet, hogy az elmúlt 20 évben az autóverseny pályán töltöttem volna, lehet, hogy jelentkeznék, de azért így a nulláról az... Hol vagy, Bali? Hol vagy, Tokióba versenyzünk éppen? Nagyon jó az első köridő. A marketing jó legalább. Hát nem lesz könnyű, nem lesz könnyű pótolni. Nem, 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 hát azért ez egy külön, külön műfaj. Tavaly is beszéltünk már erről, hogy azért ez természetes fejlődés, és nyilván Zengő Zoli is azt gondolja, hogy ennek így kell lenni, érted? Tehát, hogy menni kell tovább, ugyanakkor meg, hát most ott állsz pilóta nélkül, de, és már tavaly is lebegett ez a döntés, hogy Elis Norbi szeme előtt, hogy menjek, nem menjek, hívnak, nem hívnak. Hát most már megtörtént. Most nyilván lehet, hogy egy picit a dolgot ebben az évben, akkor nem lesz ilyen, hogy nincs több anya. Mert igen. Ugye a gyári csapat, azt hiszem, hogy Norbi is elmondja, tudunk vele beszélni, hogy teljesen más költségvetésből dolgozik, korlátlan mennyiségű alkatrész, a teszteken teljes értékű pilóta, és nem csak megkapja az eredményeket, tesztelhet rengeteget, mehet, korlátlanul használhatja az autót, és hát egészen más a költségvetése, ugye egy ilyen csapatnak, ha rommá töröd ott az új autó, ha alkatrész kell, ott van azonnal, amit megkap a csapattársad, azt nem megkapod te is. Nem a boxból, hogy óvatosabban, nincs több lökmélytó. Nincs több kinyomó csapány, nincs több kinyomó csapány, ez az utolsó főtengely. Vegyél vissza, vegyél vissza. Inkább hadd menjen. De hát amit az engőik is csináltak, az maga a csúcs. Tehát egy sokkal kisebb költségvetésből azért így, ugye a nem gyári csapatok világbajnoksági címét többször megszerezve, az valami elképesztő dolog. Viszont teljes értékű versenyző lehet, és hát eddig azért, aki azt mondta, hogy világbajnok lehet, szerintem nem igazán értett ugye a túrautóhoz, a VTCC-hez, de most már viszont mondhatjuk, hogy teljes értékű emberként abszolút világbajnok esélyes a Mihelis Norbi. Ez gyári csapaton kívül azért ez nehéz lett volna összehozni. Így is világbajnok lett ugye a nem gyári csapaton versenyzők között. De ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, úgyhogy hívjuk, szerintem bele fog férni mindenképpen, semmi hogy egy pár mondat erejéig rácsörögjünk, és elmondja, hogy ez hogy történt, mit szólt a Zoli, de hát szerintem azért ő lélekben már készült egy-két éve, tehát ez egy kimondatlan deal volt, hogy figyelj, ha kapsz egyet, akkor viszont én megyek, te megengedj. És egy jó mestere kellő időpontban elengedi a tanítványa kezét, mert már nem tud többet hozzárakni. És jön valaki, aki többet tud. Tehát meg olyan szomorú lenne, hogy ha azért nem kapná meg a lehetőséget az, hogy nyíltan, nyílt sisakkal, ugyanolyan körülmények között, mint az összes többi pilóta küzdjön a világbajnoki címért, mert hogy nincsen elég pénz rá. Ez olyan szomorú. Ez megint egy kicsit ilyen magyar, nem? Igen. Igen. Hát meg hát a gyári csapatba be kellett férni, de ez egy nagy dolog. Igen, most már hárman lesznek egyébként valószínűleg, tehát nem két fős csapata lesz, hanem három lesznek a Honda, tényleg? Egy pilótának most lejár a szerződés, illetve nem hosszabbítanak vele. Lehet, és akkor gyakorlatilag azt hiszem, hogy a Ladától, igen. Szebeszél, hogy nem, orvosi takarlabajt szemben. 26, nem jó, sajnos. Te forgalmét hülye vagy? Ezt nem. Annak paszkóban fizetsz? Ne csináld már. Értem, mi komoly csapat vagyunk. Lehet a jogsíron, az EU érvényességi. Így nem tudunk szerződés hosszabbítani. Te szemüveges? Miért nem mondtad eddig? Úgyhogy igen, hívjuk Norbit, ez egy nagyon, nagyon szép dolog, meg nagyon jó dolog, drukkolunk neki. Úgyhogy ez mindenképpen jó hír. Na, én nem is tudom, mit tudok mondani a tegnapról, mert egész nap dolgoztam, meg nem tudom, mit csináltam, úgyhogy semmi. Egy elhussant nap van mögötted. Hát vannak még azért jó sporthírek, ugye ez zajlik most Szerbiában, ugye a vízilabda Európa-bajnokság, ahol tegnap egy 20-as hajrával sikerült rommá vernünk az oroszokat, ami azért egy jó dolog, mert én az elején még bekapcsolódtam, úgy volt, hogy az elején meg a végén kapcsolódtam be, mert az elején már kezdtem így elveszíteni egy picit így. Ha mondom, nem csak szerbfóbiák, most már orosz is lesz, az eleje az úgy nézett ki, hogy elúszik, aztán az szerbektől kikaptunk? Nem, hát ez akut. Tehát, hogy az mind állandó. És aztán hál' Istennek nagyon szépen hozták a végét, tehát ugye a vég azt hiszem, az utolsó negyed már egy ilyen 5-1-es történet volt, tehát egy nagyon komolyan, szépen sikerült őket megverni, meg hát ugye hosszú Katinka is úszhat. Úgyhogy annyi jó sporthír van. De ezzel még nem vagyunk az olimpián, ugye? Nem, az első helyzet kerül majd be egyeneságon, azt és utána még majd lesz 4 kvalifikációs torna. Azért csúnyán lenne, nem jutnánk ki. Az, nem, az, nem, az,
Az esetem képzelni, hogy a vízilabda válogatott nincs ott az olimpián. Hát kevés, egyre kevesebb érmünk van 4 évről 4 évre, ugye? Úgyhogy nagyon kell mindenki és minden, hogy ott legyünk. Engem már a Berki Krisztián sztori sokkolt. Tehát, hogy engem is az a 100 millió, amit keres 2 év alatt, most a Vajna hál' Isten elvágta a szerződését, de ez most nagyon durva. Fölhúztad Miami... magad mi, hogy egy ilyen tehetséget 100 milliót elvitt? Én nem tudom, mi történik ott a TV2-nél, de tényleg nem. Miközben anyagi gondjaik vannak, vannak sokkal jobb műsorvezetők, azokat nem fizetik meg, a Berkinek meg 100 millió, de nyilván a másik Berkire gondolsz, persze. Hát, igen. Szóval sok minden volt. Én egyáltalán nem tévézem, nekem annyira nincs most így időm, meg valahogy nem is érdekel, hogy teljesen kimaradok. A hírekből nem, mert olvasok nagyon sok internetes fórumot, de a tévé, nem tudom, mi megy a tévében. Nem megy egyszerűen. Tavaly rákattantál pedig, így bele-bele néztél, mesélgettél. Elindultam visszafelé, kicsit tévézgettem, kapcsolgattam. Most megint elengedtem. Most megint teljesen elengedtem. Tehát vagy beájulok 10-kor az ágyba, vagy megnézek még egy fél részt valamiből, de maga, mint tévéműsor, nem tudom. Én nem láttam egyetlen új dolgot, se semmit. Hát, senkinek meg a Nickelodeonon már mit nézni. Hát meg ott már, ez már most a Bebe TV, meg nem tudom. Tavaszi szervizet áraszt, mesedalok, hogy mi. Szeretjük, nagyon jó, de már is benne sok kihívás. De hogy egy híradó, egy fókusz, valahogy semmi nem tudom. Ha az ember elkezd nem tévézni, akkor valahogy le tud szokni magáról a tévézésről, ami nem azt jelenti, hogy nem nézem, mert hogy sokat tartalmat fogyasztok mondjuk sorozatokban, ha van időm, de az, hogy kapcsolgassak csatornák között, az ha nem tenisz, akkor az teljesen eltűnik. Mert az összes tartalmat, amit te magadnak akarsz, azt már megtalálod máshol. Egyébként tényleg a tévében az van, érted, ez a kattingatás, ha megfigyelitek, a kattingatással az a baj, hogy ez nettó 1 óra idő elcseszés, mert ebbe bele 1 perc nem érdekel tovább. Nem érdekel tovább. Igen. Akármilyen csatornát nézel, tök minden, ha sportot nézel. Most mit csinálsz, a telefonodon bekapcsolod a tenisz appot, azt megnézed a tenisz meccset. Én megnézem a főző appot, azt megnézem. Én is végigzongorázom, mint a 130 csatornát, és mindig ugyanaz, csak az a csalódás, hogy ez a 4 csatorna még mindig kódol. Igen. Valószínűleg, hogy régen volt egy tartalomészséget, kielégítette a tévé, de most már egy generációnak az internet nagyobb élmény, és szabadon választott tartalom, letöltöd, megnézed, mit tudom, olvasod, mint maga a tévé, ami egy sokkal lassabb tartalomszolgáltató, várod a híradók, hogy elmondják a híreket, én majd összeválogatom magamnak, hogy mit akarok elolvasni. Keresel és megnézed. Tehát ez már nincs, hogy kapcsolod be a híradót, volt régen egy ilyen hírhiányod, hogy mi történt a világban estére, hát mondanak valamit. 5 órakor leülsz, alszik a gyerek, fél órát átpörgeted a netet, és nem érdekel, hogy mit mondanak a híradóban, mert mindent tudsz, nem? Tehát, hogy mennyire változik a tartalomfogyasztás egyébként, érdekes. Érdekes tényleg. Valahogy ezáltal el is veszik egy picit a televíziózásnak a varázsa, én egy picit ezt érzem. Hát emögött ez van az évről évre, ez egy tendencia azért az angolszász országokban, Amerikában, hogy évről évre ugye hát esik szét a tartalomfogyasztás. Mindenki saját magának választja, a nagy országos csatornák nézettségre évről évre azért egyre kicsit csökken, mert hát te választod már magadnak a tartalmat. És nem az van, amit adnak, hanem amit te akarsz megnézni azon a fórumon. Egyre jobban csökken. 10 év múlva, hát mi lesz itt? Gyerekek, nem lesz munkánk. Azt mondják, Bali, nem kell lesz. A rádió az kell. 10 év múlva. A rádió sokkal állandó dolog, mint a tévé. Tese? Csók? Hap, 10 év múlva, hap, csók. Hú, tegnap megint elolvastam egy cikket ezzel a csókkal kapcsolatban. 10 hátrányt szedtek össze talán az Origó, hogy miért kell nagyon meggondolni, dermesztő dolgok voltak. Észnél kell lenni rettenetesen. És hogy milyen hatása lehet ez egyébként még magára az országra? Hogyha új lakást építesz, akkor csak azt tudod eladni a régig, elértéktelenednek, főleg vidéken, hogy nem tudsz kilépni, hogy maradsz benne, hogy mi tört. Hú, nagyon, az a dermesztő volt. Tehát, nem akartad a harmadikat rögtön? Nem éreztem úgy, hogy ebben most is hirtelen bele kellene ugrani. Na. Megmutatjuk, mi történt velünk tegnap. Jó? Jani elmondta a karjait, illetve pontosabban felvetette, megkérdezte, hogy mi a karácsonyi ajándék. Aranyosan tolta előre. Igen. Ugye? És aztán kidőlt ezt az egészet, azért kérdezi, hogy elmondassa, hogy ő mit vett és mit kapott, de mi ennek bedöltünk, nagyon lelkesen elkezdtük mesélni. Aztán kiderült, hogy János mit kapott karácsonyra, erről beszélgettünk, úgyhogy mutatjuk, mi történt velünk tegnap, aztán jövünk vissza már is. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Show. Fél hét van pontosan, itt vagyunk, jó reggel. Kiégett cinikus szemet. Ugye? Milyen? Na, ha valakit esetleg érdekelne, hogy kiknek a munkáját támogatja az ember azzal, hogy megvásárol egy ilyen naptárt, akkor az menjen fel az erdőmentők.hu-ra, és akkor ott tájékozódhat. Legjobb biznisz. Kimegyek a bükkbe, azt rámutatok egy fár, azt ütettem neked. Most. De hogy lett 30 méteres? Gyorsan nő, sokat locsoltuk. Menthetetlenek vagytok. A legjobb biznisz. Vegyél naptárt, ültetünk egy fát. Szajkok, tépjék szét a testet.
mondd meg, hol legyen a fű. A fa, odaült egy. A bakony, ott van. Bakony, ott van. Ott laksz, ott van. Már most elültettük a bakonyba. Még ki sem mondta, melyik a bakony, ott a fa. Ez egy öregemnek tűnik így 30 évvel, nem? Dehogy. Előre gondolkoztunk. Balázs megtrágyázta. Ekkora biznesz, úristen. Na, fél hét van, hogy állunk játék a 3-0? Bizony. Igen, jók vagyunk. Jók vagyunk? Hasítunk. Ezt a hetet eddig elvittük, úgyhogy ez a két nap akár el is mehet. Csak így egy ilyen beköszönő, hogy megmutassuk, hogy mire lehet számítani a 2016-os évben. Fél hét múlva egy perccel, aki játszana velünk, írjon nekünk SMS-t, és jelentkezzen játékra, jó? Segítünk egy picit a közlekedéssel, Balassagyarmat Széchenyi között az út sónedves nem csúszik, Lupó Papa küldte nekünk, valamint a 44-es főút Kecskemétről Nyárlőrinc irányában, a Fekete Gólya csárda után nagy kanyarban van egy baleset, kamion az úton, szalagkorlát az árokban, ezt Peti küldte, Szegeden pedig jegesek az utak, üzente Papa Maci, úgyhogy vigyázzon mindenki. Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk a játékkal a hírek után. 10 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És nem sokára játszunk, csak gyorsan előtte még egy-két SMS, mi a helyzet az utakon, ki hogy ébredt, mi van. Ami drága hallgatóinkkal nézzük, hogy mit írnak nekünk, azt mondja, hogy az Albert Irsai lehajtónál mérnek. Úgyhogy mindenki vigyázzon, az M5-ösön Szeged felé van, ez az út száraz, a forgalom kicsi, jól lehet haladni, Petya küldte nekünk. Aztán az M3-as autópályán szintén mérnek, Budapest felé a 204-es kilométer szelvénynél, valamint Jászberényben a Molkútnál szintén kiálltak a rendőrök mérni, úgyhogy, úgyhogy mindenki figyeljen ott is. Pécsen a Veres Endre úton van egy trafi, ezt Gábor küldte nekünk. Valamint az M6-os Dunaujvárostól az M1 teljes hosszon száraz útburkolat, jó látótávolság, kamionos Ferri küldte nekünk, Ferri Y-nál, nagyon jó. Jó, hát nagyjából ennyi, ezek a friss közlekedési hírek. Így állunk most. Így állunk most, felkészültünk a játékra? Szerintem igen. Hajrá! Akkor nézzük meg, kivel játszunk ma reggel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hello! Hogy hívnak? Dani. Dani, hello Dani, honnan hívtál minket, Dani? Budapesten vagyok éppen, vizsgázni jöttem, főiskolára járok. Miből vizsgázol? Jogi alapismeretekből. Mm. Ó, hát akkor az emlék. Jogi egyetem, csak tanultok jogot ezen az egyetemen, nem? Vagy főiskolán? Így van, igen. Jogi alapismeretek. Ja, konkrétan megtanítottak, hogy ki kell felhívni, akkor a gondba. Igen. Akkor néhány név, néhány telefonszám, parancsoljatok. Hívjátok őt, igen. Már is megvan a hármas. És felkészültél, Dani, menni fog? Hát remélem, bízok benne. Milyen fősuli ez? Ez a kommunikációs főiskola, a BKR. Hát én voltam nálatok. Ott voltál az előadáson, Dani? Nem tudom, én ezt idén kezdtem az iskolát, hogyha idén voltál, akkor lehet. Idén is voltál? Hát az idén az mit jelent? 2016? Hát ha most kezdtem, még nem. 5, az a tanév. Ja, a tanévet mondod, tehát 2015 szeptember, nem tudom mikor voltam. Most voltál, ősszel most voltam. Igen, amikor. Voltál rombolni a szóval nem voltál ott, Danikám. Akkor azt sajnos kihagytam. Nagy, aha, jól van, aha. Értem én. És mi a pofád jelentkezni, mi? Értem a viccet, nem szeretem, ha valaki viccet. Ez ott van az Őrsön, ugye ez az? Igen. Többször is voltam nálatok előadni, nézzi, mondás előadás volt. Na mindegy, hát válhatod. Teltházas volt mindegyik, ha jól emlékszem, ugye? Igen, mert volt utána tombola. Nem, az előttem volt, és utána már az volt teltházas, és utána már elmentek. Ugye, a tombola után a feletőben eltűnt, igen. Danikám, kivel szeretnél játszani? Hát én veled szeretnék, Balázs. Nagyon jó. Legyen így. Nézzük meg, hogy mire megyünk egymással. Jó? Nézzük meg. Na. 3, 2, 1, fire! Itt vagyok. Idén az első játékom. Neked is? Nekem is az első, sőt, én még sosem játszottam ilyen játékot. Veletek se és másra se. Hogyhogy? Mi ennek az oka? Érdeklődésem hiányában elmaradt. Ez. Ne. Te hova jártál főiskolára, Balázs? Hát volt ott egy elharapott, tiltott szó, de csináljunk úgy, mintha ez... Gondolkodtam. Ez kise jött volna. Kise, igen, köszönöm. Szereted a sulit egyébként? Szeretem. Jó helyen van. Jók a tanárok, szeretem. Már jó helyen van, tehát közel van az otthonodhoz, ez azt jelenti? Tessék? Közel van az otthonodhoz, úgy érted, hogy jó helyen van?
Nem, vidék. Nem. És már egyszer majdnem kimondtad. Igen. Egy nagy taps nekem? Hát négy, nulli. Darikám, sose tudjuk meg, miért szereted ezt az iskolát igazán. Sajnos. De hát köszönöm a lehetőséget, egy élmény volt. Hát, mi köszönjük. Jó, egész jól bírtad, csak mondom neked, ilyen 20-25 másodperc lett volna körülbelül. Ennyit kellett volna még kibírni. Hát, talán legközelebb, ha sikerül bekerülni. Kicsit davarba voltam még így elsőre. Na, ahhoz képest egész jó volt. Köszi a játékot. Köszönöm szépen. Ciao. Hello. Akkor így. 4-0. Jaj, de szépen alakul. Jaj, Isten, nehogy egy 5-0-as héttel kezdjük. Nehogy egy nagy zakóval induljon a hét. Nálad mondjatok, hogy nagyon kikaptok most, srácok. Ilyen keserves hétvége elé néztek. Fiúk, lányok, nagy zakó ez, ugye? Milyen szerencsé, hogy nem 6 hétköznapból áll a hét. Akkor még 6-0 is lehetne. Hát, puhulnak már ők is, az a baj, igen. Már a keményeket kicsináltuk, a gyávák nem mernek jelentkezni. Szóval ez egy szomorú. És igazából nem is nagyon tettük oda magunkat. Nem. És még így is. Csukott szemmel játszottam, úgyhogy közé Népszabadságot olvastam. Csukott szemmel keresztül. így könnyű. Na mindegy, hát ez van. Majd talán holnap akad valaki, aki végre. Egy kicsit bátrabb is. Jó játszik. Nem hiszem. Van még az évből. Ugye? Ne, adjátok fel. Persze. Még akár nyerhettek is. És majd a jövő héten. Nem lennik a helyükben. 4 perc alatt pontosan 7 óra. Jövünk és egy nagyon érdekes témával folytatjuk. Pampert Gabó. Talán mindenki hallott róla. Pampert Gabóról, aki ugye hát felbukkant a Balatonszondon, illetve pontosabban talán az Index, vagy már nem is tudom ki, rátaláltak, felfedezték azóta Pampert Gabót. Egyre többen ismerik, hát legalábbis egy bizonyos szubkultúrában egészen biztos. És állítólagosan ugye ő a furcsa táncairól híresült el, mindenhol filmesztelenül van, és mindenhol táncol, ahol zene szól, és nagyon szereti a testét mutogatni. Így van, ez az ő csapás irány, az irodalmi Nobel-díjtól nem kell félni. Attól kevésbé, de még a matematikaitól sem, még attól nekünk sem. És csajozást oktatna, egyetemi tanárokra tör, mert hogy csajozást oktatna. Hogy kell jól csajozni. Végre. És hát mi nagyon sok ilyen tanfolyamot szervező emberrel beszéltünk már, ugye a fonaljárás és a netér ki senki kedvéért, se a terhesnőért, se a tolókocsis ember kedvéért, nem tudom, hogy hívták őt. Ugye? Fonaljáró? Igen, fonaljáró. A fonaljárás nagymestere volt. De ezeket mindig szívesen vesszük, ha valaki elmondja nekünk. Hogy... Hát meg legalább elméleti szinten tényleg legyünk aktuálisak, vagy a tudásunk legyen aktuális, ha már gyakorlatilag szinten ezt mi nem üzhetjük. Hát tudnunk kell, hogy a fiatalok mostanában hogy csinálják. Hogy csajoznak, igen. Úgyhogy a hírek után hívjuk Pampert Gabót. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hát ettől még az is felkelt, aki egyébként nem tudott, és mozgásjárás képtelen, ettől mindenki. Mindenki felébredt ettől a zenétől. Úgy ráztuk. Azt a minden segít neki. A mély nyomós autók ugráltak a körúton. Azt a betyár. Rezegtek az ablak. Rezegtek az ablakok, igen, és mindenki, erre mindenki fölébred. Azt a minden, milyen kemény zene volt. M3-as 47-es kilométerénél trafi, a rendőrautóból ráadásul szemből ködlámpát kapcsolod le, fekete merci. 24 órás futár Pisti. Tedd helyre mindenkit. Aztán a Bajcsira nyugati felüljáró előtt van egy trafi, ezt Ádám 156 küldte nekünk. Köszönjük szépen. Valamint, azt nézem, hogy az M3-as autópályán Budapest felé a 204-es szelvénynél mérnek szintén, és Jászberényben a Molkútnál is kiálltak már a rendőrök. Micsiász küldte nekünk, hogy vigyázzunk ott is, mert csak szépen lassan lehet haladni. Útinfo, M6 Dunaujvárostól M1 teljes hosszon száraz útburkolat, jó látótávolság, és a Veres Endre úton van egy trafi Pécset, ezt többen elküldtétek. Köszönjük szépen. A tömegközlekedés sem Budapesten pedig valószínűleg semmiféle probléma nincs, mert 10 órával ezelőtt rakták fel az utolsó posztot a BKK Facebook oldalára, úgyhogy... Az, hogy lefagyott az oldal, ja, nem simán tudjuk lehet. Önöket értesíteni, a baj van. De minden oké most a BKV-val? BKK-val mindenki? Minden. Vagy pedig csak a Piszlicselli napi dolgok van, amiket már ki se írják.
Igen, füstöl, ég, kigyulladt. Megcsúszott. Így van, így van. Engem. Hogy hívek, deformálódott, hideg vagy, meleg éjjel, hogy mit tudom én. Hát azok már ilyen mindennaposak. Kik sétáltak az alagútban? Az alagútban a bányászok például. Ha ők is aztán, aki át akar menni. Volt, metrós hír volt, hogy leszálltak és elindultak az alagútban. Ők hova mentek? Múlt héten volt ez is, amikor nem voltunk. A metró alagútjában. A kettes metró, ez csak lement néhány ember és átmentek, igen. És elindultak, de csak mondom, csak átfutottam a hírnál. Nem győzték cérnába? Nem, vagy elszakadt bennük valami, vagy... Hát figyelj, az irány, az biztos, hogy az... Igen, nem mennék rálépni egy metrós hírre, mert ott nem tudod, mi rád. Vagy hát legalábbis, hogy valahogy ott a kettőn állsz egyszerre, vagy a középen, és az egyik sinem. Sose tudom, ezt pedig már annyiszor elmagyarázták. Ne, hát hogy mikor rász? De várjál, de most... Oké, hogy érdekel, mert hogy láttam ezt egy rakás akciófilmben. Én legutóbb a Mintatűz című, hogy hívják, Lee filmben láttam, most a Brandon Lee filmben láttam, de hogy egyébként ezzel az információval mit kezdesz? Hát azt, hogyha egyszer valaki beesik a metró sínre, akkor hogy tudom úgy kimenteni, hogy ne rázom meg az áram, vagy mondjuk engem rálöknek a sínre? Akkor mit tudok csinálni? Ha mondjuk az, hogy kicsit valószínűtlen, hogy te egyáltalán lent vagy a metró. Jó, hát ezután megyük át azt, hogy amikor tüskés rájával találkozom, akkor mit kell csinálnom? Vagy mit tudom, hogy csapatod az M7-esen egy Panamérával. Ja, nem, nézzük én abszolút. Így van. Na jó, de ha mégis ott vagy, akkor te például te jársz metróval. Ma reggel történt valami, tudod, mit kell csinálni? Jó, majd, hogy nem tudom. Ugye? Nem tudom. Valahogy annyit értek hozzá, mint hogyha mondjuk a stratoszférából zuhannék vissza a hangsebességgel. Tehát ha ráz az egyikre, nem ráz meg. A másikra. Ha a két dolognak egyszerre kell teljesülnie ahhoz, hogy téged ott lent valaki, vagy valami egyszer megrázod. De sose tudom megjegyezni, pedig ezt már nagyon sokan elmondták, az egyik sín és a középen vezető. Vagy a két sín egyszerre. Vagy a... nem tudom. De mondom, valahogy ráz, és valahogy nem ráz. A két sín egyszerre, azért oda már kell egyfajta lazaság. Hát aki, na, egy ekkora távolságot azért még... Nem, bár az a Börzsnyékes vasút, amit te mutatsz, tehát az egy szélesebb. Jó, akkor nézzük meg egy maximum 80 centis fesztávolságot, hát azért az még... Figyelj! Azért az nem annyira komoly. Találjuk ki, hogy melyik legyen az első, amit csekkolsz, és a másnap vagy, akkor... Én a két sín szívesen. A két sín szívesen. Bal oldal, jobb oldal, a két sínre rálog. Az elvileg az nem az ráz, hanem ha középen mész. Vagy igen. A két síráz? Nem. Van egy harmadik sín középen. Nem középen, az oldalán. Az oldalán. Igen. A két sín, az nem ráz. Az nem ráz. És a harmadik sín kell az egyik sínnel? Igen. Aha. De nem a másikkal? De melyik sínnel? Bármelyikkel, vagy a közelebb eső, vagy a távolabb eső. A zsűr azt tudja, mert a kandósokat elvitték már az első évben szakmai gyakorlatra, hogy kipróbálja. És hogy hajtulja a férgesse. Rendben, Norbika, fog meg akkor a kis vezetősín. Nagyon ügyes vagy, így van, és fog meg most az egyik sín. Na, ügyes vagy. Ötös. Jó, szóval akkor így nem mentsél senkit. De hova ment az a sok ember a metróval a múlt héten? Hát azt hitték a jó irányba, és amikor meglátták az alagút végén a fényt, azt hitték, hogy ez már a felszín, de nem. Csak egy szembe jövő hangját. Na mindegy. Jó van. Oké, de senki ne essen, mert mindenki vigyázzon magára, de akkor a baloldalit nem szabad. Tehát az útszélét nem szabad. Az útszélén nem szabad megfogni. Jó, már szerintem azért van egy csomó műszaki értelmiségek, hogy a habzó szájjal elkezd írni a következő esemény. Persze. Emberek miért ülnek mikrofon mögé? Amikor ilyen alapvető dolgokat sem tudnak. De mit tudtátok? Egy jó arcot, de hogy nem, én úgy készülök, hogy nem esek be. Hát, ja, de ha valaki beesik és ki kell mentened. Én szeretek minden esetőségre felkészülni. Én most megnéztem, itt például azt írják, hogy nem a sínek mellett van, már rögtön jön a cáfolata, igen, hanem a peron alatt gyakorlatilag. Peron alatt. Tehát így oldalra. Hát végülis a sín mellett van, hát, csak a paperon alatt, de a sínhez képest a sín igen, mellett. Csak akkor tud megrázni, jobbra beállítsz, hanem balra kint. Igen, balra kint van, attól függ menetirány merre néz, ugye, hogy csak akkor tudsz, ha mondjuk beesel, és te ki akarsz mászni, és arra lépsz rá, mert az így oldalt van a falon. És mindkét lábbal rá kell, hogy rajta legyek, vagy ha az egyik lábbal állok rajta, és a másik lábbal nem, akkor nem. Igen, és csak ha verítékezel, akkor nem. Nem, ez olyan, mint a vezeték, hogyha megfogod a hívvezetéket, ugye az egyik kezeddel az nem ráz, hanem ha zárod az áramkört, és megfogod a másik kezeddel ugyanazt a vezetéket, akkor zárod. Szerintem ne ássuk a sírunkat tovább, hogy még a munkavédelmi bakancsba is, vagy csak flip-flop papucsban. Nem úgy értem, hanem megfogod az egyik vezetéket, de megfogod a másikat is. De a másikat. És akkor van meg a kör. Tehát a madarak ezért tudnak, hogy elszállni. Troliknál tartotok? Nem, hogy miért nem vágja meg a madarat? Miért nem vágja meg a madarat, amikor ráül? Miért nem hallott az összes galamb, ami ráül a hévvezetékre? Mert te tudsz egy hévvezetéket, amikor lopod a vezetéket, akkor az egyiket ügyesen megfogod, levágod, azzal nincs baj. Ha megfogod mind a kettőt, az ráz meg.
De nincs olyan távolság, nincs akkor a madár a földön, érted? Még hát az albatrosz sem. Ezért nem hallnak meg. Ezért nem hallnak meg a madár. Ezért nem hallnak meg. Ezért vannak még madarak a földön. Érted? De láttatok már ilyen, hogy hívják? Nyújtózkodó albatrosz? Én minden nap látok a Battyányit, erre hárman. Igen, én is mindig látok küzdő vörös begyeket, ahogy próbálok meg angol spárgába átérni a másik oldalra. Ez az egyensúlyozás már. Ne légy öngyilkos, ne légy öngyilkos, a kis begy pedig. A kisbegy pedig nagyon kapaszkodik. Eldobom magamtól az életem. Ez nekem semmi. Négy tudásodon lehet, hogy háromból gyerek, és ki fogja őket felemelni? Na mindegy, ez azért jó tudni, hogy lelöknek egy felüljáróról. Te ugye meg... Igen. Te vigyázol arra, hogy elkapd a vezetéket, mégis azért ugye hát a vezetékre essél. És akkor nehogy belekapaszkodj egyszerre mind a kettőbe. Hát ez egy fizikai alap is. De most ezeket tudod? Kaptál mostanában fenyegető tartom leveleket, amiket újságból kivágott betűkből raktak össze. Igen. Találtam egy lófejet az ágyamban, meg a kertben, és most egy kicsit kezdek gondolkodni, hogy mi van, ha egyszer egy közlekedési balesetnek álcázzák az én eltüntetésemet. Olyan dolgokat mondok néha ebben a műsorban, hogy sose lehet tudni. Sose lehet tudni. Na, azt mondja, hogy mi van Pampet Gabóval? Ő... Pampet Gabó, nagyon szeretem ezt a nevet, ő ugye a nagy felfedezetje talán az Indexnek, méghozzá a Balatonszandról, ugye, tavaly nyáron fedezték föl. A viharban táncolt, ugye, hogy senki nem volt már sehol, nem ő volt az? Igen, valami óriás eső vihar, és akkor ő egyedül a kis piros nadrágjában rászta. Az első felvétel, amit tőle láttam, ilyen jellegű produkciót, akkor az egy szabadtéri edzőterem mellett készült róla. Nem voltak túlságosan sokan kint, és a többieknek a mozgáskultúrája nem volt olyan fejlett, mint az övé. És akkor lejtett egy ilyen kisebb táncot. Egy picit ilyen, kicsit úgy éreztem, tehát hogy azért volt zseniális a tánc, mert úgy éreztem, hogy ebben még van több. Tehát, hogy pont csak annyit mutatott meg, hogy így felkeltse az érdeklődést, hogy így beetessen. Igen, kicsit bedobta a csalit. És mindenhol mindig félmeztelenül táncol, ugye? Tehát igen. Büszke a felső testőre. Igen. Na most állítólag ő csajozási ismeretekből indítana képzést, vagyis szeretné a pasikat csajozásra oktatni, és a tanfolyam végén egészen el lehetne jutni odáig, hogy a hímnemű diákok azt is elérjék, hogy a randi mindent a lány fizessem. Aha. Tehát, ez a vége. Na, jó. Gyere, tanulj velünk. Hm? Egy igazi mágus lehet. Az iskola végén még azt is elérjük, a tanfolyam végén, hogy mindent a csajok fizessenek, már az első randi. Hát akkor ezek szerint többet zsákol, mint Michael Jordan fénykorában. Tehát, hogy akkor megy neki. Hát, ha már oktatja is. Hát... azt nem tudjuk, hogy mennyire megy. Marad is. Azt nem tudjuk, hogy mennyire megy neki, mert azért mi már sok oktatóval beszéltünk, ugye itt a Morning Show-ban, lásd a fonaljárás nagymesterével, és hát én nem tudom, hogy ő neki azért az ott mennyire megy valójában. Bár a ne térjünk ki senki kedvéért, az még egy könnyen megvalósítható. Igen, 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 igen. Tehát, hogy ő például a mozgáskorlátozottak legázolásában nagyon nagy volt. Ne térjünk ki senki kedvéért. Igen. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy felhívjuk Pampet Gabót, hogy mondja el nekünk, hogy mi a helyzet. Mi a helyzet ezzel a tanfolyammal, kiket akar oktatni? Azt mondja egyébként, hogy a szakértője Berki Krisztián lesz. Hú, erős csapat. Nagyon. De jó. És azt is kérdezzük meg, hogy hol oktat majd, hogy ne menjünk arra. Aha. Ez a Berki Krisztián segítségét kéri, mint szakértő. A Berki miben tud szakérteni? Önbizalomban. Abban egész. Hát abban gyakorlatilag verhetetlen. Abban szerintem kontinens első. Szegény szerintem... Most úgy tudom, hogy interkontinentális bajnok benne. Szegény Andy Vajné, szerintem azért van kórházban, hogy elolvasta Berki szerzőt. 200 millió két évre levert a vízmentő tisztakozat. Írta ezt a... Aki ezt aláírta, rúgják ki. Szegénykép azonnal kórházba került, mikor meghallotta, hogy Berki két évre állítólagosan 100 millió forintot keres a TV2-nél. De jó bulást kívánom. Megéri egy, figyelj, jó nézet. Természetesen, persze. Jó nézet műsorokat csinált, nem? Ki? Kicsoda? Gondolom, én hát csak azért fizetnek. Nem, a Berki. Ja, a Berki? Azt nem tudom. Én az Endit tudod? Hát szerintem nézetebbeket csinált valószínűleg, mint a Berke az utóbbi időkben. Bár volt neki egy fénykora, tehát hogy volt, amikor ugye volt ez a kis szappanopera, akkor ott nagyon ment, de hát utána, amikor már műsorvezető lett, és saját műsorokat kapott, hát... Na mindegy, ne kanyarodjunk el a témától, csak okay. Be akartam ez a bő, hogy ő lesz a segítség. Mi van Gabóval? Hát képzeld, teljesen kétségbe vagyok esve. Gondolom, látom rajtad, hogy mennyire. De tényleg, igen? Aggódom, hívom egy ideje. Először nem volt bekapcsolva a telefonja. Már be van, de nem veszi föl. Sőt, be van, de kinyomta. Ne csinál. Csúnya? Lehet, hogy olyan nem helyzetben van esetleg, lehet, hogy WC-n van, vagy ilyesmi, szóval nem igyekszem. Nem, lehet, hogy végre elkezdett lábozni, és emiatt most mozgásképtelen, mert olyan izomlázom. Lehet. Nem lehet, hogy valahol most is táncol?
simán lehet. Vagyok már oktat. Vagy már 7 óra 20 perckor elindult az első tanfolyam. Igen, 8-tól mennek a felnőttek, 7-től 8-ig kakóparti van. És a kisfiúkat oktatja a csajozás. A csajozásra. Na valami ilyesmi lehet a dologban, de igyekszem elővarázs. Mondom, már bekapcsolta a telefonját. Beljebb vagyok egyel. Hát haladunk. Bekapcsolta, ki volt kapcsolva? Bekapcsolta, de kinyomja, aztán a bekapcsolta, de kicsöng, és a bekapcsolta, de felveszi. Igen. Hát akkor próbálkozz el. Ez lesz? 10-kor lesz a fölveszi? Vagy az még... Nem, most ki tudja. Hát nem tudjuk, hogy mi van a háttérben. Lehet, hogy ez az első okostelefonja, érted, és most a bekapcsolásig jutott, így alapokon. Nem tudja, hogy el kell húzni oldalra. Nyomkodja rohadtul. Gabó, hallasz minket, húzd el jobbra. Húzd el jobbra. Akkor föl tudod. Akkor fel tudod venni. Jó, nem baj, hát tegyél még egy kísérletet. Ahó, többet. Hát közben Miki is beszélt valakivel, akkor mondja el neked, hogy kivel beszélt, és akkor hozza az új híreket, jó? Megyek. Miért nem rázd meg a vezeték? Mondd el, Anna. Hogy? Miért nem rázd meg a vezeték? Mit tudom, én nem vagyok egy villamosmérnök. Na, végre egy őszinte válasz. Szeretem, jó van. Mindegy, majd még erre visszatérünk. Mert se tudnánk műsort csinálni. Ott állnánk a felüljáró, amik készülnének bennünket lelökni. Nem te mentenéd meg az életem. Szóval. Na most állítólag kapom közben az infót. Igen. Hogy a csajozás nagymesterének, aki oktatni akarja ezt a dolgot, elvileg szerződése van a TV2-vel. De mi közel annak egy rádióműsorhoz, gyerekek? Hát ez egy rádióműsor, ez nem én, nem az RTL hát, vagyunk. Hát de csúnyát mondtál a TV2-ről. Ki mondott csúnyát a TV2-ről? A 100 millió. Ja, hogy Endi Vajna azért a kórházom elolvasta Berki szerződését. Most kívántam ki jobbulást. Gyógyuljon meg, persze. És állítólag most azt az infót kapom, hogy nem tudja pontosan, mi van a szerződésében, ezért nem mer beszélni. Aha. Én tudtam, hogy Gabót be kell hozni, mert ha nem sikerül, az is jó lesz, ha sikerül, az is jó lesz. Pampert Gabó nagyon szórakoztató. Van egy gyerekkori barátja, aki nagyon jó volt olvasásból, és most átfutja. Gabó, nyugodtan vedd fel, ez nem tévé, ez egy rádió. Hallgat minket, egyébként jelzi közben folyamatosan Vikinek, hogy hallgat minket, tehát itt van, mi nagyon kedveljük őt, meg mint jelenség egyébként, nagyon szórakoztatott engem már tavaly nyáron is, amikor megtalálták, de hogy hallgat minket, akkor csináljuk azt, hogy írd, amit mond. Tehát, hogy te beszélj vele telefonon, és írd, amit mond nekünk. Jó, álljon a rádió mellé, fogja a telefont a kezébe, válaszoljon neked, te pedig írd be nekem Skype-on, hogy mit válaszol a kérdésre. Hát, vagy mondd el te, Viki, gyere, ülj be, te beszélj vele, és mondd el te, vagy az Anna mondja el, amit mond a Gabó. Jó. Az jó, akkor nem velünk beszél. És akkor nem velünk beszél, akkor ma Anna lesz Gabó. Igen. Igen. Tehát legyen Anna Gabó. Jó, adod a telefon neki, te gyere, és akkor te válaszolsz. Tehát Gabó... Nem, csak mondjad. Te beszélj Gabóval. Persze. A telefonon. Igen. Mi feltesszük a kérdést, tehát tovább mondod Gabónak, Gabó megmondja neked a választ, te pedig bemondod a mikrofonba, hogy... Kicsit lassul ez, de nem hagyjuk valahol. 10 órára elkészítjük ezt az interjút. Budapest TV. De várjál. Nem, ez a telefon. Ez sose volt annyira jó, mint az. Azt nem tudjuk überelni, Lexikét. És a Anetka Space Project-et. Na, tehát nyugodjon meg Gabó, hát ha most kizárólag a szerződése van a TV2-vel, akkor azért az leginkább más televíziós orgánumokra szól, tehát egy reggeli rádió műsor, ez még jó reklám a TV2-nek is egyébként. Persze, nincsen semmi, Gabó, ha most hallasz, semmi gond nincsen, üljél le, így áll egy fejérjeséket gyorsan, azt tudod, mindig megnyugtat, és akkor utána várd a kérdéseket. Igen. Meg hát ugye most a TV2-n egy örettült, hogy elég nagy a káosz, úgyhogy persze. Ebből biztos, hogy nem lesz baj. Ez igen. Lenne az a szerződés, amit megtalálnak. Egy Na, szóval, most meg nem veszi fel. Aha. Mi a... Húzd de, Gabó, ha hallod a rádiót, milyen telefonja van, kérdezzük meg. Samsungot hogy kell fölvenni? Meg kell nyomni valamit? De ez nem annyira trendi, neki biztos, hogy nagyon trendi telefonja van. Jó, akkor iPhone-od van. Nem kell rajta megnyomni semmit. Hogy magától fölveszi? Hangjelzésre, hogy van, mert a telefon is föl van véve. Esetleg, figyelj Gabó, ha van rajta esetleg PIN kód, akkor én biztos vagyok benne, hogy 1234. Írd be! Lehet, hogy már felvenni se szabad? Hát elolvasta a szerződést, és az van benne, hogy nem vehetek fel. Telefon. Tehát egy céges telefonszámot adott nekünk, és lehet, hogy azon a szerződést... Nem használod, csak úgy. A céges telefont nem veheted fel. Most kit hív?
Érted? Lehet, hogy szegény Endit hívja. Hogy használhatja a céges telefon. Igen. Kapcsolják a behegyógyászatot. Na de várj. Most Vikinek csak annyit írt SMS-ben, hogy szia Viki, aztán eddig jutottak. Hát ez így lassú lesz, gyerekek. Ez így azért nagyon lassú lesz. Tehát ennyi jött most át 10 percet, hogy szia Viki, ez valóban nem lesz túl gyors. Most tegyük föl az első kérdést. Komolyan, hát 9-re megvan a válasz. NASA-val előbb kapcsolatot teremtünk, komolyan mondom. Most mind keresztül beszélünk vele morzén. Engedjen füstjeleket, fehéret, feketét. Teljesen mindegy, hogy van-e új pápánk, vagy nincs. Na most, tessék, most megvan. Most megvan? Olvassa a szerződését újra? Aha. Ott van most velem. Most ott van. Na, de jó. Hát kedves hallgatók, csak egy karnyújtásira vagyunk itt most Pambagótól. Higgyétek el, hogy szórakoztató. Megvan? Higgyétek. Jöhet az első kérdést. Aha. Add annának a telefon. Tudtam, én már tegnap tudtam, hogy ez jó lesz. Tegnap tudtam, hogy ez de jó komolyan, lesz. Higgyetek nekem, hát ez abszolút belefér. Jó ez. Legutóbb, én komolyan a Snowden-re emlékszem egyedül, hogy vele készítettek így interjút, hogy nem tudjuk, hogy hol van. Éleszek a te szinkronhangod. Na, jó. Itt vagyok. Az első kérdés az, hogy jelen pillanatban filmeztelen-e? Jelen pillanatban filmeztelen vagy-e? Hallgatja a rádiót, nem hallgatja? Hallgatod a rádiót? Ne keverjük. Nem kell. Mesztelenül fekszik az ágyban. Aha. Jó. Mit talált a szerződésében? Előtted van-e a szerződése? Találtál-e benne valami kivetnivalót? Nincs ott a szerző. Honnan tudja, hogy nem beszélhet? Honnan tudod, hogy nem beszélhetsz? Tegnap átolvastam. Nyilván direkt a mai napra értek. Igen? Várj, mondd valamit. Ez most egy hosszabb mondat. Aha. Jegyezd, Anna. Más tévécsatornáktól is keresték, hogy ugyanerről kellene beszélni. Nagyon jó. Jó. Az igaz, hogy neki saját titkárnője van már, vagy személyasszisztense? Igen? Igaz, hogy saját titkárnőd van? Igaz. Igen, akkor... De mi az, hogy te egy percig hallgatsz, utána annyit mondasz, hogy igaz? Mi történik? Szerintem Anna szűri. Igen, mit mond? Inkább szexre alapszik a munkaviszonyunk. Ja. Micsoda meglepetés. Nagyon jó. Jó, meséljen a felvételi rendszerről. Tehát mi alapján lehet bekerülni az ő csajozós iskolájába? Mi alapján lehet bekerülni a csajozós iskolába? Csak rövid válaszokat adjon. Jó, ne legyen benne idegen szóhoz. Szigorú felvételi van. Biceps méret? Csak. Minek kell megfelelni? Ezt kérdezi, az anyagi felvételet kérdezi, vagy mi? Magas pontszámú érettségi kell hozzá. És még, tehát így kidolgozott fizikai... felső test, az kell? Tehát az, hogy az ember megjelenjen? Jó fizikumú legyen? Ez olyan, mint egy nagyon komoly fősoktatási intézmény. Oh, tehát ez nagyon komoly. Felső. Fizikailag valami kritériumok. Fősoktatási intézmény. Mit mond? Nem kell fizikailag különösebben, mert itt dolgoz, tehát ők foglalkoznak majd a srácokkal, aha, hogy el tudják kapni az összes csajt. Aha. Ja, mit ígér azoknak, akik elvégzik ezt az iskolát? Tehát, hogy miben lesznek jó? Elmegyek, elvégzem Pampert Gabó iskoláját, mit ígér? Vállal egy garanciát. Miben fejlődök? Mit ígérsz, és vállalsz a garanciát? Vállal garanciát? Igen. Első szemeszter végeztével a srácok eredményt érnek el. Vannak-e erre visszaigazolások neked? Igen. Még csak most indul. Mit mond? Mit mond? Hosszan. Mondd, hogy mit mond. Aha. Sokkal sok emberre foglalkozik már privát szinten, tehát vannak már visszaigazolások. Vannak visszaigazolások. Már vannak visszajelzések. Igen. Uh-huh. Hány emberrel van kapcsolatod? Eddig magántanár volt. Pumpet Gabó magántanár. 5000 per óra. Melyik egyetem keresett meg? Mit csinál a TV2-nél? Azt kérdezd már meg, hogy... Hát nekem elmondhatod, aztán majd én eldöntöm, hogy elmondom-e adásba. Nem hallgatnak minket, sokan köztünk marad. Ilyen tökös. Azt kérdezzenek, hogy állítólag ezen a héten az RTL-en benne volt a fókuszban. Akkor az hogy lehet? Ezen a héten benne voltál a fókuszban? Jól tudjuk, mi ez RTL-en? Ott voltál?
Az aktívba volt benne. Aktívban volt. Aktívban. Aha, te mit nézel? Nem, küldte egy hallgató, hogy ez mindenképpen. Hallgatok, hogy fókuszba volt. Mindenképpen kérdezzük meg. Jó, jó, tehát, mennyibe kerül ez a tanfolyam? Mennyibe kerül ez a tanfolyam? Ez rohadt nagy összeg lehet. Negyed évente 399 ezer forint. Azt a mindenségit neki, negyed évente 400 forint. Tehát 1 millió 2 egy évre. Elmegy a koktatni. Számlát adnak? Hát mi van benne? Most szerintem azt sorolja az 1-2-be. Annyi bogyó, hogy ezt nem tudja mondani. Aha, tehát ezek olyan taktikák, amit ő hosszú-hosszú évek alatt tapasztalt ki, és ennek meg kell kérni sajnos az árát. Kik fognak még tanítani rajta kívül? A tanári kar illusztris képviselőjéről, hogyha mesélnél, hogy kik ők. Ketten vannak. Ki a másik? Ki a másik? A Berki. A Berki? Berki Krisztián? A másik? A Berki. A Berki. Hát sikere vagy tudni. Az abszolút, abszolút jó lesz. Jól van, oké. Okay. Megtudtunk mindent egyébként. Mindent megtudtunk a bókán. Van még valami, amit esetleg szeretnél velünk erről az iskoláról megosztani? Balást várnak téged szeretettel. De jó, na! Hát, 1 millió 2-re hülyének is megéri, mondd meg neki. Ott vagyok azonnal. Hát, ott tanulok egy-két dolgot. Tanárnak gondolnának Balást téged. Tanárnak? Hát, te tanárnak gondolod, ugye, Gabó? Jól értelmezem. Tehát nem mind diák. Beszédtanárnak szeretnének fölkérni. Nagyon fontos egy. A kommunikációs részt vihetnék. Jó, megbeszéljük a részleteket. Okay. Csokoltatjuk, mondd meg neki. Csokoltatnak a srácok, örülök, hogy beszéltünk a bókám. Na, üdvözöl mindenkit. Nézd át a TV2 szerződését azért. A hallgatókat is üdvözli. Balázs üzeni neked, hogy a TV2 szerződést, ha van időd, nézd át. Mert 25 milliós opciós jog van, senkinek nem nyilatkozhat. Elolvasnám a 13/2-es részt azért most. Itt lehet, hogy elúsztál anyagilag ezzel. Andy felüvöltött a kórházban. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Állj már. Szia, sok sikert. Aha. 300, mennyi 400 ezer forint negyed év. És hidd el, hogy elmennek és jelentkeznek. Tehát úgy hidd el nekem, hogyha ebből iskolát csinálunk valójában, ott fognak ülni a tehetősebb fiatalok, akik meg akarnak tanulni Pampert Gabótól csajozni. Hát a fonaljárónak is voltak bizony tanfolyamai, és elmentek fonaljáró tanfolyamra emberek. Hát, és itt egy befutott emberről beszélünk. Azért megvan, hogy a 4 kiló negyedévente nagyon szemtelen. De hát ha van, aki megfizeti... Hogy számolja a negyedévet? Iskolai negyedévet? Január, március, május. Hát ahogy ő szerintem így. Hát egy negyedév. Hát elindulsz januárban, 3 hónap, az 3 kiló. Ha elvégzed az egészet, akkor viszont 1 millió. Oda, hogy így győzködték egymást. Tudod, hogy na, negyed évenként 3 kiló Krisztián, az évi 900 ezer. De gondold el, hogy... A negyed szünet miatt. Az majdnem egy guriga, mondja a Berki. Miami-ból tudod, SMS. De gondold el, hogy valójában iskola végzett, egyetemet végzett emberek megfeszülnek, hogy dolgozhassanak, munkát viszont találjanak. És jön a Pampert Gabó, és egyébként majd baromi leleményesen, mert ha én előállítok valamit, és arra igény van, és kereslet van, hát az én hibám, hát most van. Nem verek át senkit, szerintem megtanítalak csajozni. Figyeld meg, hogy lesznek nála. Lesznek nála. Tuti. Menni fognak. Okos. Akármennyire is furcsa ezt kigondolni. Milyen volt a hang? Én még sose hallottam őt beszélni. Ugye a sugárzó intelligencia, igen. Az. Aha. Ez, igen. A meggyőzés, a kifinomultság. Ugye, azért az megvan, hogy ilyen alapon akkor Barack Obamával is készítettünk interjút. Innentől kezdve bejön Tolmács. A hang. Na, te veszel a hang bárkivel, tehát holnap Morgan Freeman-t hívjuk, érted? Okay, én vállalom. Jó, rendben van. De tényleg ő volt, tehát most azért a hallgatóknak, tehát tényleg ő volt. Egy úriemberrel beszéltem. Csak egy-két SMS, hogy hallgatunk is mit érnek. Hatalmas taps és üdvő hallgás Julinak, hogy ezt kibírja röhögés nélkül. Köszönöm szépen. Bohóc küldte nekünk. Ez beszarás, az év riportja. Ezután kérhettek fizu emelést, írja nekünk valaki smiley jellel. Sziasztok, Pampert Gabó az Észbontok című műsorban talált igazán magára, nem szép tőletek bántani egy fogyatékos. Oszik. Ha nem tudnám az előzményeket, azt hinném, hogy Anna médium és a túlvilággal. Túlvilággal kicsit beszéltek. Olyan, nem? Igen. Hogy ülnék egy asztal körül, és összérnének az ujjaim. Gyerekek, ennyiért eszkort hölgyet bérlek. Nem kell megtanulnom csajozni. Hát ez nagyjából igen, ilyen 1000 euró per óra, per fél nap megállapodás kérdése, az már egy egészen
Egészen jó eszkortlányt kapsz belőle. Hát az új M0-as meg a régi M0-as közötti kis átvezető szakaszon én olcsó van is meg tudnám oldani a dolgot. Hát a szemétégetőn én a Mérte utcában három én meg vagy a szakciba. Így van, legfeljebb viszek magammal egy gázmaszkot. Azért imádom többek között ezt a műsort, az ország összes félkegyelműjét megtaláljátok. Ne bántsátok őt, ne bántsátok őt. Ezen félkegyelműek idézőjelesen nekünk már nagyon sok vidám percet szereztek is a hallgatóknak is. Tehát nincs. Nevettetni is tudni kell. 7:30 múlt pontosan 6 perccel, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan 1 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, írja nekünk egy hallgató, aki igaza van, gyerekek, nem Gabó a félkegyelmű, hanem aki ezért elmegy majd és fizetni fog, ezt nem tudom, küldte nekünk. Balázs, a negyed év 400 ezer, akkor egy év az 1 millió 6 szerintem, sokan elküldtétek, köszönöm szépen, igen, én 300 ezerrel szoroztam be, de 3,99 ugye, csak a 3 maradt meg, és ezért jött ki nekem az 1 millió 2, de az 3,99, igen, hát az 1,6 körül. Gabóék se tudják meg pontosan, hogy ez mennyi lesz a végén, de hogy nem kevés az összeg. Na, nagyon szórakoztató volt, nagyon szerettem ezt a beszélgetést. Tényleg hálásak vagyunk, hogy így, hogy ha ez az interjú nincs, akkor én nem is tudom. Tehát, hogy ez már olyan alapot tett a csajozásra nekünk. Ugye? De érzed? Én érzem tehát, már. Csak ennyi is elég én volt. Rengeteget zárkoztam most. Na, már is megyünk tovább egy másik témával, mert hogy tegnap látott sajtó nyilvánosságot azon hír, miszerint Mihelis Norbi gyári szerződést kapott a Hondától, és ezzel a magyar sport életnek és a túrautó világbajnokságnak a lehetőségére szarra, hogy most már valóban egy világbajnok aspiráns versenyezzen közöttük, és ezen aspiráns ugye magyar legyen, mert hogy eddig is ott volt, és megnyert mindent, amit a gyári csapatokon kívül meg lehet nyerni, viszont így gyári csapattal Mihelis Norbinak tényleg valódi esélye nyílt arra, hogy WTCC világbajnok legyen. Így van, kimondatlanul, és ez évek óta már benne volt azért a pakliban, és hát erre is vágyott ő leginkább. Az lett volna az ideális, hogyha mondjuk ez a gyári csapat, vagy kvázi gyári csapat az Engő Team lesz, de hát sajnos ez nem jöhetett össze. Ez nem tudott összejönni, így van. Viszont Norbinak sikerült, és a Honda hát ajánlott neki egy szerződést, amit nyilván teljesen érthető, hogy elfogadott, hogy aláért, hogy megállapodta. És Gabóval ellentétben ő biztos, hogy el is olvasta, sőt Gabóval ellentétben még beszélni is tud. Itt van velünk Mihelis Norbi. Hello Norbi, jó reggel! Ciao! Jó reggelt! Sziasztok. Jó reggelt! Na, hát először is... Rég beszéltünk, igen. De hát most indul a szezon, úgyhogy most fogunk majd többet. Először is gratulálunk! Köszönöm szépen! Óriási dolog, amit elértetek együtt, ugye? Ez egy hatalmas dolog. Így van. Na, nagyon szépen köszönöm, és nem győzem eléggé hangsúlyozni, hogy természetesen most én vagyok itt a Rivalda fénybe, de ahogy te is nagyon jól mondtad, ez a közös munkánknak a gyümölcse, ugye az Engő Motorsportban. Hát igen, erről mi már kora reggel beszéltünk, mikor beköszöntünk 6 óra után, hogy van egy pont, ahol a mesternek ugye, és a tanítványnak azért kell elválni, mert a mester meghaladta az erejét, és már nem tud többet hozzátenni, viszont van valaki, aki lehet, hogy át tudja venni azt a tanítványt, és egy kicsit még többet hozzátenni. Hát ez ugye a gyári Honda csapat így van, tulajdonképpen. Így van. Obi-Wan is elküldte annak idején Luke-ot. De azért azt is hozzá kell tenni, hogy ez messze nem annyira egyértelmű ez a helyzet, mint amennyire kívülről tűnik, mert nézd meg az erős sorrendet. Tehát nem arról van szó, hogy itt most átülök majd a gyári Hondába, és 2016-ban egy karikacsapásra megnyerem a világbajnokságot, mert tehát az is tökéletesen látszik, hogy sajnos nem tartunk még ott az autóval, ahol szeretnénk. Úgyhogy nem várom azt, hogy most ugye a gyári lehetőség kapcsán idén odaérhetek mondjuk az évvégi első helyre, de én azt gondolom, hogy azt sem szabad elmulasztani, hogy jó időbe szállj fel egy vonatra. Ugye ez látszik a Hondánál, hogy hajlandóak pénzt meg energiát fektetni ebbe a projektbe, és én azt gondolom, hogy ha idén nem is, akkor legkésőbb jövőre lehetünk olyan helyzetben, hogy akár ezzel a gyári támogatással, a gyári felállással már odaérhetek. Tehát én nem abban gondolkodtam, hogy ezt a lehetőséget most az idei eredmények miatt elsősorban ragadjam meg, hanem inkább középtávon gondolkodtam, és szerettem volna szépen lassan és fokozatosan felépíteni azt a lehetőséget, ami majd remélem, hogy
a következő években. Na jó, de hát nézzük a jó oldalát a dolognak, most már nem kell majd naponta egy fél, másfél, két, három, négy órákat egy Honda bontóban kotorásznatok. Ja, ez is igaz. Nyilván Zoli is felkészült erre, és pontosan tudta, hogy ez a pillanat egyszer el fog jönni. Ő ennél egy tudatosabb menedzser, ért is hozzá, nagyon jó a viszonyotok, tehát én nem gondolnám, hogy ezen a téren bármit is lehet kérdezni. De azért, amikor, tehát magára a döntésre vagyok kíváncsi, nyilván ez benned megszületett, folyamatosan egyeztettetek, vagy azt mondtad, hogy oké, visszavonulok meg, meggondolom, itt van a szerződés, és aztán Zoli elbeszéljük, hogy hogy döntöttem végül. Folyamatosan egyeztettünk, ugye nagyon hasonló volt a helyzet 2014 év végén is, és akkor én hát egyértelműen olyan irányban gondolkodtam, hogy ezt ugye megvertük, sikerült megvernem a gyári versenyzőket, megvertük a gyári csapatot az összetetben, és én úgy gondolkodtam, hogy miért ne lehetne egy olyan felállás, hogy közösen lépünk be végérvényesen ebbe a gyári családba. Aztán idén már látszott nyáron, volt számtalan megbeszélés, voltak néha kicsit pozitívabbak, kicsit negatívabbak. Látszott már nyáron, hogy nagyon nehéz lesz. És aztán ősszel meg, amikor nekem meg kellett hozni a döntést, addig az is látszott, hogy kicsi az esély annak, hogy ezt a lépést együtt tudjuk megtenni. Hát igen, nagyjából az év vége felé nekem már állást kellett foglalnom a saját jövőmmel kapcsolatban, de Zoli végig ott volt, és végig beszéltünk. Természetesen elérkezik itt is egy olyan pont, amikor én is éreztem azt, hogy ő szeretné, hogy ez továbbra is együtt folytatódjon, de teljesen őszintén megbeszéltük azt is, hogy én úgy érzem, hogy ebből idén, illetve tavaly kipréseltük azt, amit ki lehetett préselni, és nem vagyok benne biztos, hogy ez a lehetőség ugyanilyen formában adott lett volna jövő év végén, hogy bármikor én is teljesíthetek egy rosszabb évet, ennek kapcsán más tárgyalási helyzetbe kerülhetek, és mint mondtam, nem akarok úgy fölébredni bármelyik reggel 2016-ban, hogy mondjuk nincs meg az a lehetőség, és annak köszönhetően nincs meg, hogy megint az érzelmek domináltak, és az engő motorsporttal maradtam, és mondjuk lemaradtam egy ilyen gyári lehetőségről, mert szerintem azt is jól fel kell ismerni, hogy ez lehet, hogy egy kicsit megmérgezte volna a mi kapcsolatunkat. Hát hogy nem, mert hát a professzionalitáshoz az is hozzá tartozik, hogy az ember hiába hozna sokszor érzelmi alapú döntést, egyszerűen van, amikor egy professzionális sportoló racionális döntést hoz, és lezár egy dolgot, amiért nagyon hálás, amit nagyon szeret, de a saját tovább lépése az álma érdekében, viszont edzőt vált, csapatot vált, ahogy ezt látjuk a Forma 1-ben, ahogy ezt látjuk a teniszben, ahogy most éppen Federer elengedte Edber kezét, és edzőt váltott, mert azt mondta, hogy köszöni az elmúlt egy-két évet, de ő is megy tovább. Nagyon hálás, de... újságírók, engedjük el egymást kezét. Nem, teljesen rendben érte. Volt másodon is ajánlatod? Igen, mondjam? Szerintem a helyzet az azért talán egy kicsit nehezebb ennél, mert ugye úgy kellett, hogy megszülessen ennek a döntésnek, hogy én nem tudom, hogy mit fog történni a csapat. Tehát nyilván ott vannak azért a srácok 8-10, nem akarok olyan helyzetet teremteni ezzel, hogy ők mondjuk elveszítik a munkáját, az engő motorsport nem tudja folytatni, tehát ez azért nem annyira egyértelmű emberi oldalról sem. Hát nyilván ez egy baromi nehéz döntés, mert hát nagyon sok összetevője van, amit mi nem látunk. Hát az emberek is szakmailag is szerintem abszolút a professzionalizmus sugallja, tehát hogy az engő motorsportnál minden rendben van, úgy tűnik, mind a két oldalon. Igen, volt máshonnan is ajánlatod? Még régebben volt lehetőségem, ugye ez is nemrég jelent meg a sajtóban, 2013 év végén lett volna lehetőségem Citroennel tesztelni, ezt akkor elutasítottam, mert hittem abban, hogy a Honda az jó autó lesz. Az élet most eddig nem biztos, hogy engem igazolt, de én akkor is úgy gondolkodtam, hogy ez egy hosszabb távú projekt, ugye látszik, hogy a francia márka jövőre már kivonul a WTCC-ből, úgyhogy nekem mindig az volt a fontos, hogy 31 évesen lehetőleg közép vagy akár hosszú távon tudjak tervezni. Ugye az is látszik ebben a bajnokságban, hogy vannak 50 évesen is nagyon sikeres versenyzők. Én sem vagyok már 20 éves, de azt gondolom, hogy 31 évesen nekem teljesen mindegy, hogy
2-3 vagy 5 év múlva érek oda a csúcsra. A lényeg az, hogy meglegyen a lehetőség addig szépen fokozatosan építkezni. Milyen jó, tetszik ez a gondolkodás egyébként, abszolút. Tehát szépen előre, lépésről lépésre, nem baj, ha nem most, nem baj, ha nem jövőre, de legyen ott maga a lehetőség, hogy hát egyszer nyilván azért az emberi válhasson. Én is minden versenyző türelmetlen, meg minden versenyző azonnal akar mindent, de azért szerintem realistának is kell maradni, és reálisan kell látni a dolgokat. Mi a sorrend hármótok között? Ugye hárman vagytok most a gyári Hondánál pilóták. Van sorrend egyáltalán? Nincs sorrend. Ha lett volna a sorrend, illetve nem tudom, hogy a két másik versenyző között van a sorrend, én nem csatlakoztam volna a gyári csapathoz, ha bármilyen sorrend. Még akkor se te vagy az első ebben a sorrendben? Ja, várjál, igen, ez egy másfajta megközelítés. Igen, ennek valaki az is jó vagy. Ezt nem ajánlották. Igazad van. De az fontos dolog tényleg ez a sorrend, hogy kit tol egy kicsit jobban a csapat, vagy azt mondja, hogy a gyerekek, be van dobva a gyeplő, mindenki úgy megy, aztán ha az év felénél kialakul egy sorrend, akkor nyilván már azt támogatjuk, de az év elején mindenki így azonos eséllyel, egyenlő feltételekkel indul, aztán nézzük meg, hogy mit csináltok egymással a pályán. Lehetőleg ne törjétek róma egymást, igen. Pontosan így is van, ahogy mondtad. Valószínűleg az lesz, hogy meglátják, hogy mik az erőviszonyok a versenyzők között, mondjuk a szezon első felében, vagy az első kétharmadában. Aztán, hogyha úgy alakul, hogy egyik versenyzőnek van esélye az év végén mondjuk kiemelkedő helyen szerepelni az összetetben, akkor szerintem mindenkinek kutya kötelessége támogatni ezt a versenyzőt. Én minden erőmmel azon leszek, hogy lehetőleg olyan helyzetbe hozzam magam, hogy én legyek a támogatott versenyző. Ugye Igen, reméljük, hogy Zoliban azért maradt annyi csibészség, hogy éjszaka majd a maláziai futamon egy simaszkal a fején egy kicsit megrongálja a másik kikondás autóját. Alá megy egy erővágóval. Tehát azért ez a fajta magyaros kis csibészség, reméljük Zoltánmal ezután is megmarad, és az elmúlt évek miatt azért ez megteszi neked, hogy bemászik éjszaka is. Elvág egy-két vezetéket. Érteni fogod majd, amikor az első időmérőnél elmentek egymás mellett, és rád kacsint azzal a kis fajkos arc kifejezéssel, akkor tudtad, hogy valamit csinált az éjjel. Főleg, hogy a horzsolások vannak az arcán. Igen. Így is csomóan kérdeztek már, hogy ilyen tekintetben hányszor kacsintottunk egymásra. Úgyhogy... Kell ez. És Zoli visszavonultatja az öltöző szekrényedet? Na, hát nem tudom, remélem, hogy nem. Használhatja majd a kis Norbi vagy a Weber Gabi? Mindenképpen nagyon jó lenne, hogyha tudnánk folytatni, és lehetőleg magyar versenyzővel. Ugye tudom, hogy Zolinak ez az elsőleges célja, és azt is tudom, és ezt is már sok helyen mondtam, hogy szerintem számtalan, nagyon tehetséges fiatal, akár szimulátorversenyző van Magyarországon, ugye én is a holtszezonban néha visszamegyek szimulátorozni, és látom azt, hogy Magyarországon most egy olyan feltörekvő szimulátoros generáció van, aki szerintem, és ez most megint csak egymás között, sokkal tehetségesebb, mint én akkor voltam. Tehát, hogyha ezek az emberek, illetve egy ezek közül lehetőséget kap, akkor én biztos vagyok benne, hogy legalább ugyanazt a teljesítményt tudja majd hozni, mint én. Még egy utolsó gyors kérdés, meg volt már az első japán parti, zabáltátok-e már a sushit a gések hasáról? Meg volt. Nagyon jó, az jól hangzik. Norbi, nagyon drukkolunk neked, köszönjük szépen, hogy beszéltünk, és hát ez sok szerencsét erre az évre. Abszolút megérdemled, nagyon drukkolunk. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Mihelis Norbinál, köszönjük. Hello. Ciao. Szia. Hello. Hát ez nagy dolog. Nagy dolog. Túrautó világbajnokság, gyári csapatban magyar versenyző. Ez nagyon csak ezzel a habitussal valamit kezdhetne már állandóan kivetkezik magából. Én kedvelem. Na játsszunk már is, itt van egy hallgatónk. A kérdés, mit mond Dóri? Visszafelé beszélünk. Művész hevére faszít. Hozzájállat, életfeszítanom. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mit mondok visszafelé. Aki válaszol? Náksi. Náksi? Náksi, és Brunner. Nem Náksi, Návcsi. István, aj, de jó vagy. Hello István, jó reggelt, honnan hívtál minket? Atala. Hogy? Atala? Atala, igen, jelen pillanat ott vagyok. Árukihordóként dolgozom. Árukihordóként. Itt tartok, jelentettem. És mit szállítasz? Zöldséget.
zöldséget szállítasz. Jól van, na figyelj, mondom neked, híres ember és szólásmondás, mindkettő baromi nehéz, mert hogy hosszabb egy kicsit, de van esélyed arra, hogy kitaláld. Melyik legyen? Híres ember az magyar? Igen. Akkor híres ember inkább. Híres ember. Jó, na figyelj, mutatjuk akkor, jó? Indítjuk az órát, fél perced van, kétszer mutatjuk, figyelj. Nátloz, ikcereb. László, az tuti? Ja, nem. Nátloz. Mutatom még egyszer, figyelj. Nátloz, ikcereb. Oh. Nátloz, ikcereb. Nagy kedvence egyikünknek. Ha mi lehet a nátloz? Gyorsan lejár az idő. Az Zoltán, az így Zoltán. Van? Perecki Zoltán. Az utolsó után a pillanatban. Szép volt. Nem híres ember? Csaltunk azzal, hogy híres ember, igen. Picit rátettünk. Így van, Berecki Zoltán. Berecki Zoltán, ő volt a feladvány, úgyhogy az utolsó utáni pillanatban kitaláltad, megvan az ajándékcsomag. Köszönöm. Nehéz volt, mondtam. Igen. De ügyes voltál is, Sván. Küldjük neked, jó? Köszönöm. Ciao. Hello. 8 után már is száguldunk tovább, egy újabb témával jövünk. Felhívjuk Nógrádi Györgyöt, régen beszéltünk vele, biztonságpolitikai szakértőnket, hogy egy kicsit segítsen nekünk kibogozni több dolgot is. Egyrészt ugye az isztambuli merénylettel kapcsolatban szeretnénk megkérdezni, hogy mi lehet az összefüggés, hogy Törökországban történt, mégis orosz állampolgárokat vettek őrizetbe, mondja el nekünk, hogy mit tud, illetve kicsit a németországi eseményekre is rápillantunk, hogy mi a helyzet most Merkellel, aki ugye hát egyre jobban próbál azért kihátrálni az eddigi politikájából, viszont a németeknek még ez sem elég, úgyhogy Nógrádi Györggyel folytatjuk, Ákos hírei után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, pontosan 15 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, egy jó kis Dr. Alban! Dr. Alban Singh, halleluja! Után itt vagyunk, 4:90 és folytatjuk. Ami az időjárást illeti, egyelőre még várni kell arra, hogy újra igazi januári időjárás legyen. Egészen jó időt mondanak mára is. 7 fok lesz a csúcshőmérséklet. Bocsánat. És aztán hát vasárnap jön majd a valódi téli januári időjárás. -2, -4 fok, péntekre mondanak havazást. Egyelőre azonban ez még elmarad, és kicsit enyhébb az idő. Az utak nem csúsznak, sőt, mi több, egészen mondhatni nyugi van az utakon. Nincs sok baleset, hál' Isten. Trafi egy-két helyen, igen, de baleset sokkal kevesebb. Jó időnk legyen pénteken, ez a lényeg. Már ugye megyünk a disznóvágásra. Így van, megyünk, hogy felolvassa fel a disznónak nekrológiát. De szép életem. Jó lesz, én is oda szólok egyébként a katinkásnak, most jeleztem nekik, hogy azért gondoljanak rám is, tehát hogyha ma még marad valahol egy kis majonézes kukorica, vagy ilyesmi, ott hagy valaki kis képes volt őket tényleg fölhívni? Konkrétan most írtam egy e-mailt az előbb, hogy elképzelni, mit tudsz aggódni a kaján. Figyelj, ha én nem eszem két napig, megsérzem, tehát hogy egy rántottát azért bárhol megcsinálnak. De most mi van? Nem fogsz ilyen halni. Csak a tosztokba szálljak majd be, vagy mi? Te, amíg ti ott zabáltok két pofára, én meg majd üljek karba, tehát kézzel is nézzem, hogy eztek, mint ahogy hívják, mint a reggős vendegúz az édesanyja. Egy rántott sajtot, egy rántottát, tehát azért ezeket mindenhol megcsinálják. Tehát azért, mert vega vagy, ez nem azt jelenti, hogy disznóvágáson neked effektíve éhen kell halnod, mert nem lesz semmi. Tehát azért ezeket egy bárhány, tehát most átjössz hozzánk, csinálj neked 3 tojásból. Tehát azért egy vega nem hal éhen. Tisztelt vendéglátó, Vadon János vagyok, vegetáriánus. Holnap magukhoz utazom csapatépítőre. Felszólítottad őket. Elvárom. Jézus Isten. Elvárom. Hogy ugyanazt a kiszolgálást kapja. Amit nem ugyanazt a minősége, ugyanazt a... Ne gondoljátok, hogy humorizál. Tehát elment a levél rátéve a konyha, a szakács, a szállodaigazgató, a vezérigazgató, a személyzet, mindenki, hogy ott álljanak, vigyázz, a holnap érkezel. Figyelj, hát ez el baj. Hát. Ha ti is átéltetek volna, ahogy én százszor azt, hogy hát ugyan nekünk ilyen nincsen, de hát egy kis csontfőt bele, hát most jó az, nem? Egy kis húsleves. Ezt de csak nem is hús nincsen benne, csak egy csontal együtt főt. És tudod, ilyenek vannak. Hát nézd, hát most lehet itt urizálni meg, vagy nem eszem húst meg, vagy ennyi. Vega vagyok, meg ilyen. Ennyi, hát most értem én itt a flancolás, hogy nem eszem húst, persze, hát értem. Grillezve a gyerántra.
gémfeldolgozott vagy rizst, meg szóját. Te azt eszed, ami van, ennyi. Nem tetszik, ami nincs, hozom magaddal. Akkor nem kell vegásnak lenni, elmondtam számtalanszor. Vagy viseld a következményeit, és ennyi. Azt, amit adnak. Ennyi. Hát vagy viszek. Vagy hozol. Hát ott van a kis ételhordó, ott van értenek a mikros dobozok. Hát csak megérkezel a kis három szintes fehér műanyag ételhordóddal, alul piskolta kocka csokoládéval, középen egy ilyen félmeleg, finoman belázott tejszínabos gyümölcsleves, fölül meg egy ilyen nagyon rossz, ilyen rizibizis, tofus, ilyen valamiféle műbrassói. Üljük ott körbe az asztalt, és akkor együnk, én meg feltépek egy csicseri borsos konzervet. Mi egy kértünk, hogy meg a legyen? Lenni. Kérte valaki? Nem. Hát ezt te választottad, akkor... Hát ezt... Ugye? Végül is. Aki annak megy, ugye? Az ne sírjon. Hát nem álltunk. De ezért ott. Nem várhatok tőletek lojalitást? Semmi. Hát, én nem tudok mit tenni, akkor ti se fogok. Abszolút, de, semmi. De biztos lesz, hogy nem így lesz. Abszolút nem. Akkor... Olyan vidáman fogjuk enni ott, ami elkészült melegében, frissében, nem vagyok egy nagy disznóevő, mert én is inkább csirkét eszem, de azért egy-egy disznóvágásnál az ember azért egy jó máj például, amikor elkészül. Nem az felé. Meg nem is hús, azt tehetné. Az meg a másik. Hát nem máj. Majdnem hal, hisz nem süket. Az is három betű, érted? Hal, máj. Igen. Na, egyél bőrkét, valaki azt írja. Hát tényleg. A vér az mi? Az se jó. Semmi nem jó. Tényleg semmi nem jó. Most komolyan, se a bőre, se a vére. Hát ha önként adja a vérét a malacnak, akkor igen. Ha semmi többbe kerül neki, akkor nem. Na nézzük, mit írnak a hallgatóink. Debrecenben tükörjék, tehát oda az a... Az imént lefestett szép idő, amit mondtam. Vigyázzanak a debreceniek, Tibor küldte nekünk. János vagyok, vegetáriános, köszönjük szépen. Nyilván nem hallottad még csak 4000-szer. A Bajcsin a nyugati felé a Podmanicki előtt trafi van. Köszönjük. Baleset az 55-ös számú főúton, Ásotthalom közelében, kamion az árokban, félpályás útzár mellett folyik a mentés. Csoki Guru küldte nekünk. János Somorja belterületén a pupos transporterből mérnek a rendőrei ezt. Bandi küldte, Széchenyi Pásztor jeges csúszós út szinte végig üzeni Bence, valamint Ároktő és Tiszacsege között komp jégzajlás miatt nem közlekedik. Ezt Süti küldte nekünk. A két ünnep között, nem is tudom már pontosan mikor, Sárváról jártam, és annyira jó, hogy lejössz az autópályáról, és még további 30-40-et tudsz menni az M86-oson, hogyha az egyszer kész lesz, ha ezt nem tudom, éppen egy olyan építheti, aki nem építhet, vagy más építhet, vagy most ezt most éppen kiszerezte közben. De hogy én mindegy, hogy kiépíti, csak valaki építse meg, mert annyira jó, és szerintem az ott élők, akik 30 éve várnak arra, hogy ne menjen át egy kicsi 100 fős falun, 4000 kamion naponta, ők egyszerűen fellélegezhettek. Ugyanis átadták ugye most már egy elég hosszú szakaszon, Csorna utánig, az M86-os talán, az M1-estől, hát az maga, maga az állam. Arra fele, és gyönyörű. Hát egy csoda volt. Gyönyörű. Hát képzelés, soha azt, még nem azt fogod mondani, gyönyörű. Hogy elmegyek Sopronba. Tehát, hogy mert érted, mert eddig azt mondtad, hogy elmennék Sopronba, de milyen de hosszú, hogy lejössz az M1-esről. Oké, de utána megőrülök, mire ott azon. És most azt mondod, hogy menjünk. Jó lesz. Te jó lenne, hogyha majd egyszer elmondhatnánk, hogy ezt mondjuk Gyula kapcsán. Jó, de most nézzük ennek a jó oldalát, ja, hogy bocsánat, most ennek nem igaz, mert egyből azt lássuk, okay, hogy de jó lenne, ha elmennénk makkos hogykára és autópályán. Jó, örüljünk neki, hogy ez. Most éppen valami pozitívat akarok mondani. Hogy meddig tart most pontosan? Bárki építi, engedjék megépíteni, nem tudom. Mi az az utolsó település, amit az új úton el lehet venni? Csorna után terelnek le valahol egy kicsi kis falucskába, és akkor utána már egyébként pikpakot vagy Sárvár Bükkfürdő, az már nagyon gyorsan elérhető. De szenzációs. Tényleg szenzációs. Na, mert csak akkor úgy fogalmazok. Mondd, hogy Csorna után. De a Csorna után most az elkerülői. De szeretnék elmenni a Csorna utáni elkerülői, akkor leterelnek a kis Sopron felé. Szombathelyig szeretném minél elbejutni. Tényleg nagyon jó. De na, jó. Egy komolyabb témával folytatjuk. Mert hogy ugye mindenki hallja, hogy mi történik újra a világban, és sajnos egyre inkább úgy néz ki, hogy hát hozzászokni ehhez nem lehet, de hogy mindennaposak lesznek a különböző országokban elkövetett robbantások, merényletek, mert hogy egymás után történnek, ugye? Most lehetett hallani, hogy az isztambuli robbantás után már Indonéziában is, ez egy egészen friss hír, ugye Ákos be is mondta, hogy Jakartában is robbantottak. És ugye érdekes az isztambuli dolog, amellett nyilván, hogy szomorú az érdekes, abból a szempontból mondom, nem biztos, hogy ez a jó szó, hogy ugye orosz szál bukkant föl a dologban, ez viszont ugye érdekes lehet, hogy mit csinált ott három orosz ember, akit elfogtak, és azt mondják, hogy erősen kapcsolatban állhattak a robbantással és az iszlám állammal, aki ellen egyébként ugye az oroszok nagy erővel elvileg mi úgy tudjuk, hogy harcolnak, ugye? Az oroszok az iszlám állam ellen, tehát hogy bombázzák. Igen, viszont azt is tudjuk, hogy egyébként az iszlám államnak a soraiban nagyon sok zsoldos harcol. Igen. Köztük egyébként oroszok is.
sőt egyes hírek szerint magyarok is. Magyarok is vannak, állítólag én is olvastam. Egészen megdöbentő egyébként, igen. És három orosz állampolgárt őrizetbe vettek a keddi isztambuli merénylettel összefüggésben. Törökország hivatalosan egy letartóztatásról beszél. Sokáig el sem akarták mondani, hogy milyen állampolgárságú a férfi. Úgyhogy arra gondoltunk, felhívjuk Nógrádi Györgyöt, hogy beszéljen nekünk arról, hogy mik a legfrissebb hírek ezzel a szomorú eseménnyel kapcsolatban. Aztán egy kicsit áttérünk majd Németországra, ugyanis Merkel körül is egyre jobban szorul a hurok, aki most már próbál azért, hát hogy is mondjam, visszatáncolni ugye a nagyon liberálisnak mondható menekültpolitikájából, próbál bekeményíteni, de hát ez úgy néz ki, hogy a németeknek nem elég, főleg igen, ugye többek között például a kölni események hát után. Azok voltak, amik leginkább felborzoltak a kedélyeket Németországban, és most nagyon sokan azt gondolják, többé-kevésbé azért joggal, hogy az a fajta megengedő politika, amit Angela Merkel képviselt az utóbbi időben, a menekültügyel kapcsolatban, az vezetett idáig. És most már hiába próbál visszakozni, ugye késő. Egy csomó mindenben. Na, megkérdezzük mindjárt Nógrádi Györgyöt erről, aki már itt is van. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Jó reggelt, tanár úr! Kezdjük a legfrissebbel. Mi történt Jakartában? Gyakorlatilag azt lehet látni, hogy sorra robbantás van, bárhova nézek. Ez azt jelenti, hogy a világon ma igazán biztonságos pont nincs. Én körülbelül heti 3-4 telefont és e-mailt kapok. Emberek kérdezik, hogy hova utazhatnak, garancia, stb. Nincs garancia. Tehát ma minden ember maga dönti el, hogy vállalja az utat, igen, nem, de ma bárki bárhova megy a világba, ott biztonsági kockázat van. Én egy hete jöttem haza egy pici szigetről, ahol csak szuniták élnek. Voltam olyan hülye, hogy megkérdeztem, hogy mi van a sítákkal, úgy néztek rám, mintha nagymamájukkal akármit csináltam volna. Egy ilyen világban élünk, ennek egy jele a jakartai merénylet, de én hagy mondjam el, hogy jelenleg a fő téma Isztambul, amit a törökök mondanak, abból szinte semmi sem stimmel. Na, mit mondanak a törökök? Hát a törökök mondják, hogy az iszlám állam követte el a merényletet, az iszlám állam nem vállalja. Az elmúlt órákban a helyszíre ment a német belügyminiszter de Maizière, és bejelentette, hogy nem hiszi, hogy a németek ellen volt a merénylet, egyetértek. Én ezt tegnap elmondtam néhány rádióműsorban, és közölte nagyon kulturáltan, hogy nem bízik a törökökbe, és ezért a helyszínen a Bundeskriminalamt, tehát a német bűnügyi rendőrség folytat nyomozást papíron természetesen együtt a törökökkel. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy bejelentették a németek, hogy az Európai Unióban nincs terror elhárító központ, ez hihetetlen. Létre kell hozni, az Európol van ilyen osztálya, de nem látja el a feladatát. A törökök viszont bejelentették, hogy jelenleg 124 országból 35.970 fő nem utazhat be Törökországba. Az én problémám az, hogy a törökök az összes szomszéddal szembe kerültek. Az elmúlt hónapokban zsinórba voltak a merényletek Törökországba, mindegyiket a kurdok és az iszlám állam nyakába varták. A kettő együtt még soha semmit nem hajtott régre, tehát ha kulturált vagyok, a törökök tévedtek, ha durva vagyok, akkor a törökök össze-vissza hazudnak. Na de kinek lett volna érdeke? Hát azt mondják, hogy a németek ellen irányult, mert hogy egy német turista csapatnál robbantottak. Hál' Isten, hogy nincs több áldozat, mert hogy sem volt az idegen vezető. Igen, csak azért annyit kell tudni, hogy a németek mellett nagyon sok egyéb turista is ott volt, és a merénylő már jöttek azzal, hogy nyilván tudott németül a nyavaját. A merénylő ott robbantott, ahol halottakat várt, tehát a jelenlegi német álláspont az, hogy semmi nem bizonyítja, hogy németek ellen irányult, azt igen, hogy turisták ellen irányult, és ezzel egyetértek. Egyet hagy mondjak, tavaly 5,5 millió német turista volt Törökországban. Ez egy óriási szám. Az oroszokat Putyin már nem engedi be, a tavalyi adat nincs meg, de tavaly előtt, tehát 2014-ben a turizmus 34 milliárd dollár bevételt biztosított Törökországnak. Ez most jelentős mértékben le fog csökkenni. Tehát akkor ez inkább a törökök ellen szólhatott azért, hogy megpróbálják őket tönkretenni, tehát akkor már szóba jöhetnek a kurdokat, akkor már engedtek ellen, mindenki. Törökország mai vezetés ellen egy megjegyzés. Megőrülök attól, elnézést, hogy így fogalmazok, hogy bejelentik, hogy három oroszt letartóztattak. Nem igaz. Három orosz útlevéllel rendelkező muzulmán tartóztattak le. Ebből kettő ellen az oroszok nemzetközi elfogató parancsot adtak ki hosszú-hosszú hónapokkal ezelőtt. Az oroszok közölték, hogy 2719 orosz harcol, név szerint tudják az iszlám állam oldalán, ezek mind muzulmánok, és ebből van három, akiről most a törökök beszélnek. Tehát olyan PR-t csinálnak a törökök, ahol bármit megkaparok, kiderül, hogy nem stimmel. Ez a robbantás nem cáfolata annak, hogy az iszlám állam és Törökország között gazdasági kapcsolat van, ez korábban felvetődött már. Igen, csak azért
annyit látni kell, hogy Törökország megkérdette, hogy három ellensége van. Az elsők a kurdok, őket bombázza. A második a szírek, és bármiáron meg akarják dönteni Assadot, és helyére egy török barát szunita kormányt tenni. És harmadik az iszlám állam. Az iszlám állam ellen azonban csak néhány nap óta lépnek föl, eddig nem. Zárójel. Hát nem lehetett lehozni a sajtóba, hogy az amerikai védelmi miniszter titokba elment Törökországba, és előtte közölte, hogy jó lenne, ha a törökök az iszlám államot bombáznák, és nem a kurdokat. Tehát ez a török politika annyira nacionalista, annyira rövidtávú. Sehol nem lehetett lehozni az európai sajtóba, hogy aki oda megy európai vezető, azzal az elmúlt hónapokban a törökök ordítanak és közlik, hogy jegyezzük meg, hogy Európa Törökországnak sokkal kevésbé fontos, mint Európának Törökország. Tényszerűen nem igaz. Amit Merkellel csináltak, véllázító. Tehát nagyon-nagyon sok minden történt az elmúlt hetekben Törökországban, ami nyilvánvalóan Erdogan pozícióit erősíti, legalábbis Erdogan úgy érzi, de a valóságban Törökország pozíciói nagyon meggyengültek, nemzetközi pozíciói. De lehet arra gyanakodni, hogy mégis akkor kirobbanthatott, vagy ki lehetett? Vagy én nem szeretem a összeesküvés elméleteket, én fordítva teszem fel a kérdést, ebből a robbantásból ki nyert? Megint a mai török vezetés, mert ez azt jelenti számára, hogy az iszlám állam és a kurdokkal szemben ugyanúgy föléphet, mint eddig, és azt fogják mondani, hogy milyen jó, hogy Törökországnak egy ilyen erős államfője van. Akár a törökök kreálhattak egy kázusz belit, egy háborús okot, csak mondani, kérdezem. De a pakliba minden benne van. Hát hallottunk már ilyet a világtörténelemben. Néhányat, igen. Néhány, hogy valaki kreált valamit a saját országában, hogy aztán szóval meglegyen az oka. Az iszlám állam bármi történt, egy perc alatt elismerte. Fél órával ezelőttig, amíg én híreket néztem, nem ismerte el. Tehát az, hogy az iszlám állam a merénylet után másfél nappal még mindig nem mondja, hogy ő volt, holott az egész világ erre figyelt, ez bennem növeli a kétségeket. Még egy megjegyzés, elnézést. A Dömezier, akit nagyon tisztelek, azt mondta, hogy semmi nem garantálja, hogy egy szír követte el, és iszlám államos. Mire a törökök azt mondták, hogy ilyen okmány volt nála, mire a Dömezér azt mondta, igen, de az okmány nem bizonyítja azt, hogy az illető az, akiről az okmány szólt. Egyetértek, még egy, ugye szír követte el. Tessék már elmondani, milyen szír? Síta, szunita, iszlám államos, milyen szír? Hát jelenleg Szíriában most nagyon aljas leszek, már nincsenek szírek. A 20-tól 22 millió emberből megöltek 250 ezer, kb. 6 millió ment külföldre, kb. 6-10 millió ember ment belső migrációba. Miről beszélünk? Tehát ha azt mondom ma, hogy szíre semmit nem bizonyít, főleg azok után nem, hogy kiderült, hogy a szírek, akik külföldre mennek, döntő része hamis szírpapírokkal megy. A török kormány hozhat most valami intézkedést? Zsinórba fogja hozni az intézkedéseket, természetesen már azt vizsgálják, hogy ez mire jó. Én úgy érzem, hogy Erdogan rövid távú pozícióit ezek a döntések erősítik, illetve számomra az lesz a kérdés, hogy Erdogan ezek után hogy fog viszonyulni az Európai Unióhoz. Megint azt mondom, nem lehetett lehozni a sajtóba. Erdogan kért 3 milliárd eurót, amiért lezárja a határt és a menekültáborokba az embereket ellátja. Ezt elfogadta Merkel. Erre fölvitték a pénzt 4 milliárdra, majd 7-re, majd az elmúlt napokban közölték, nem hivatalosan, hogy 20 milliárdra tartanak igény. Tehát Európa sem a hülyék gyűjteménye. Ja, csak annyi lett volna, még közben akartam megkérdezni, hogy nem kell-e attól félni, mondjuk adott esetben, hogy kreálnak egy ilyen, azért ez picit még ilyen összeesküvés elmélet szagú ez a dolog, de hogyha kreálnak egy ilyen háborús okot, ugye, az iszlám ellen a törökök, aminek német áldozatai vannak, akkor nem kell attól félni, hogy a két országnak a kapcsolata, ha ez valaha kiderül, mert minden előbb-utóbb kiderül, hogy annyira be fog fagyni, hogy azt mondjuk megsínyli, mondjuk gazdaságilag is Törökország, szóval ebben nincsen nagyobb veszély, mint amennyi. Pár évvel ezelőttig Törökország jól működött gazdaságilag, most sokkal gyengében. Másik az, hogy a mai német vezetés annyi sebből vérzik. Én a műsorotokat nem hallottam, mert kb. 20 másodperccel előtte kapcsoltak be, de ti a Merkelről beszéltetek. Merkel ellen most pucskísérlet van Németországban. Hát a német lapok rendkívül óvatosak, de a CDU-CSU elnökségi ülésén egyetlen ember védte meg a merkeli koncepciót, az összes többi neki ment, és a lényeg az volt, hogy a német államhatárokat le kell zárni, és a migránsokat vissza kell küldeni. Tehát nagyon komoly új helyzetek vannak, és nem véletlen, hogy egy perc alatt a Dömezier odament, az az ember, aki ma a valós német hatalmi rangsorban második, és a török vezetéssel tárgyalt, és az ellenkezőjét mondta el, mint az Erdogánék. Nincs bizonyíték, hogy a törökök ellen volt, nincs bizonyíték, hogy az iszlám állam követte el, és nincs bizonyíték, hogy az a fiú az, akiről a papírok szóltak.
Ez a visszaküldése teljesen egyértelmű nekem, hiszen ma már, ha valaki betette a lábát Európába, akkor rengeteg jogi segítséget vehet igénybe. Nekem úgy tűnik, hogy valakinek a visszaküldése, ismerve mondjuk Németországot, akár évekbe is terhet. Ez az egyik. Szeretlek, ez igen? Eddig igaz volt, amit mondtál. Igen? Minimum egy év volt, zárójel, mielőtt visszaküldték, az 50%-uk eltűnt. Ezt akarom mondani, a másik, hogy illegalitásba vonult. Tehát az, hogy neked vissza kell menni, felszívódik. Hogy tavaly már egy német tartomány kivételével, ahol kommunista közeli németül azt mondják, Lincoln miniszterelnök van, minden tartományból több embert küldtek ki, mint előtte. Következő hetes napra vitték le a német jogszabályok most a határidőt, hogy eldöntsem, hogy maradhat-e vagy sem. Egy évről 7 nap, ez egy minőségi változás. De az hogy van, hogy a német tartományok között nincs olyan kommunikáció, hogy az új lenyomatot például mindenki ismerje, és ez számomra teljesen megdöbbentő, hogy a németek sem tartanak ott, hogy van egy közös adattáruk, és akár Bajorországban, akárhol bele tud nézni, és tudja, hogy kiről van szó. Most kezdtek el, állítólag azt hallottam, arról egyeztetni, hogy legalább felismerjék a tartományokon belül ugyanazt az embert, ugyanazzal az útlevéllel, akár új lenyomattal, ez igaz? A válaszom az, hogy sajnos, a hangsúly sajnosan van, neked van igazad. Körülbelül 3-4 nappal ezelőtt jöttek rá németek, hogy az egyes tartományok adatbázis, a 16 tartományról van szó, nincs összekapcsolva, most kapcsolják össze, de ez egy akkora baki, hogy ezért fejek kellene, hogy hújjanak. Zárójel, a kölni szilveszterél is eddig egy szerencsétlen rendőrkapitányt rúgtak ki, nem azokat, akik felelősek. És a német politika három kormányzó pártja, a CDU, CSU, SPD egymásnak ment. Eddig ilyen látványosan nem volt. Azt mondja az SPD elnök Gabriel, aki alkancellár gazdasági csúcsminiszter, hogy a jogszabályok jók, a rendőrség nem. Igen, mert a jogszabályt a szociáldemokrata miniszter hozta, a rendőrséget pedig egy konzervatív miniszter vezeti. Tehát olyan hátsó szándékok vannak, hogy számomra az alapkérdés az, hogy mi lesz most márciusban, mert három tartományban választás lesz, ebből az egyik kulcs tartomány Baden-Württemberg. Azért az érdekes volt, igen, erről beszéltünk talán pont tegnap vagy tegnap előtt, hogy azért ha itthon hall az ember blödségeket valamelyik politikus szájából, már néha csak legyint, mert megszoktuk, de azért Németországban egy kölni főpolgármester azt mondja a nőknek, hogy hát tessék kartávolságot tartani. Igen. Vagyis azt mondja, hogy hát ti is tehettek róla egyébként, ha 1000 huligán szexuálisan zaklat, molesztál, ne adj Isten, megerőszakol benneteket, ezért tartsatok kartávolságot. Szóval azért ott is egészen elképesztő dolgok hangzanak el. Én, mint egyetemi tanár mondanám, hogy hülyék, a világon mindenütt vannak. Elképesztő. De én hagyd mondjak egy más aspektust. Jelenleg egyetlen embernek van esélye a szociáldemokrata pártból kancellárjelöltként föllépni. Ez az Észak-Rajna-Veszfáliai, tehát leegyszerűsítve kölni miniszterelnök Hannelore Kraft. És számomra a kérdés az, a csaj értelmes, hogy hogyan fogja pozícionálni magát a mai helyzetbe. Én rendszeresen nézem, hogy miket mond, fölkészül-e arra, hogy jövőre neki megy Merkelnek, vagy ha addig Merkel lemond az utódának. Tehát most a német belpolitikában egy óriási pesgés van. Benne van, hogy Merkel lemond? A jelenlegi helyzetben olyan mértékben elszigetelődött, és el néhány hét alatt 8%-kal esett a népszerűsége. A probléma az, hogy nem csak az övé, hanem a pártjáé is. A 2 nappal ezelőtti fölmérések szerint a németek 48%-a mondja azt, hogy a bajor miniszterelnök Seehofernek van igaza, és maximum 200 000 ember szabad beengedni, és Merkel kisebbségbe került. Ilyen korábban nem volt. Na most, hogy ezt Merkellel meddig hagyják, és melyik lesz az a pont, ahol lemond vagy lemondatják, ez Budapestről lehetetlen megmondani, de azt, hogy az elnökségbe egy ember állt ki mellette, a többi neki ment, ez egy rendkívül komoly előjel ennek a játéknak. És mi a helyzet a szélső jobbal, kellett tartani az előretörésűtől Németországban? Megerősödtek most. Ez egy nagyon fura dolog, mert ők is mást értenek szélső jobb alatt, meg Európa is. Tehát Németországban létrejött egy párt, a migránsok ellen, úgy hívják, hogy AfD, Alternative für Deutschland. Ez a párt ma nulláról fölment 11-12%-ra. Én nem tekintem szélső jobbnak attól, hogy nem akar migránsokat látni. Valóban van rendkívül komoly szélső jobboldali erő Németországban, ezeknek esélyük sincs viszont. Nem volt szerencsés húzás azért a német kormánytól, hogy amíg a kölni eseményeket nem tudta megakadályozni, csak tökéletlenkedett, utána a kölni események ellentüntetőket viszont vízágyúval bombázta szét. Ez egy nagyon-nagyon rossz húzás, és nagyon rossz az üzenete. Még egyet, hogy mondjak, igazad van,
január 4-én 19 órakor, ez a Németországban két közszolgálati tévé van, az Erste úgy hívják, hogy ARD, és a Zweite úgy hívják, hogy ZDF, tehát 19 órakor még a ZDF híradóba bemondták, hogy szilveszterkor minden rendben volt. És a döbbenet számomra az, hogy azt mondták, azért nem lehetett az igazat elmondani, hogy ne erősödjék a szélsőjobb. Hát ennél hülyébb érvelést egy értelmes politikai vezetéstől én életemben nem hallottam. Pontosan az ellenkező hatását érték el, mint amit akartak. Az ember még mindig megnyugtató a haja azért, hogy máshol is csal kicsit a közszolgálat. Tehát, ez... Tehát ilyenkor legalább azt gondolom, hogy nem olyan nagy a baj nálunk, ha legalább kicsit szomorú a valóságként azt hallom, hogy azért ezt máshol is megcsinálja a közszolgálat, akkor kicsit mindig megnyugszom. Akkor az egyet helyre hagy mondjak. Nem tudom, mennyire foglalkoztatok vele, de Ausztriában két nagy kormánypárt migráns ügyben már darálja egymást. A svédeknél óriási a botrány, a dánoknál óriási a botrány, tehát a migráns ügyben annyira eszkalálódott a helyzet, hogy én azt várom, hogy a rövid időn belül valami megoldás kell, mert különben tényleg kormányok bukni fognak. Nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm. Jó volt mi mindig. Köszönjük szépen. Na, Nógrádi szépen Györgynek köszönjük. Sziasztok. Hello. Hát nem megnyugtató, nem? Nem. Nem, meg megint találgatós. Ez a török sztori. Sose fejted meg, hogy itt van áttérő. Soha nem fogsz rájönni. Senki nem mondja, hogy én voltam. Nem tudod. Ez már ennél sokkal több szinten zajlik, sokkal összetettebb, mint hogy azt mond, hogy ő vagy ő. Itt már mindenkinek, mindenkivel, mindenhol érdekében áll. Üzletelni egyrésztről, másrésztről megrobbantani. Tehát itt már nem tudod eldönteni tényleg, hogy ki kivel van. Mindenki mindenkivel, és senki senkivel. És nem? Mindenhol káosz. És mindenhol káosz. Kommunikáció. Így. Érdekes volt. Hát igen, és a hova utazzál? Ugye ez is egy jó kérdés, hogy itt sehol nem vagy biztonságban. Európában sem, mert bárhol felkerülhetsz a térképre. Csorna, Ázsiában. Csorna után van ott az a kis elkerülött lelet. Szilsárkány. Nagyon jó. Igen. Egyébként azt mondja, nagyon jó minőség az aszfalt. 3:49 lesz pontosan, 6 perc Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Itt vagyunk, és folytatjuk friss közlekedési hírekkel, aztán pedig egy új rovattal, mert hogy új rovatot indítunk, ez mindig csütörtökön lesz majd az utolsó órában, beszélünk róla mindjárt. Többen kérdezitek, hogy mi a helyzet például Biogabival. Biogabi lesz, csak életmód táborban van, éppen Erdélyben, úgyhogy nagyon drága volt, Biogabi írt egy levelet, hogy nem tud jönni. Ugye két hetente van, lesz, megy a rovata 2016-ban is, úgyhogy drága Biogabink. Szerintem, ha minden igaz, akkor jövő héten már érkezik is. Visszarázódva, feltöltődve. És kezdeni az évet, érted? Biotábor, hidegek, farkasok, medvék. Ebben a pillanatban mit csinálhatnak az ottani, nem tudom, de biztos, hogy ott is van valami kékjelzés, vagy zöldjelzés, ott szépen rólják ott a köröket, egy kis, hogy hívják, a túrabakacsra visszahajtott gyapjúzóknyiban, ott áll kis hátizsákkal a hátán, meleg tejával. Ezt tudom inkább elképzelni sem, mint azt, hogy egy szaunában beszélni, vizes levedővel csapkodják egymásra. Igen. Ez az én táborom lesz, gyerekek. Az úgy indul, szauna szertartás. Lepedővel csapkodjuk a besztelet. És most dörgöljük be egymást jéggel. Bizony. Na, azt mondja, hogy az M86-ot Szombathely felől építik, Csorna felé, és Csorna felől is építik Szombathely felé. Elvileg 2016 júliusban érnek össze, ha sikerül nekik. Ha nem, legfeljebb lesz két gyors forgalom. Isten, csak sikerüljön. Nagyon sokat járok arra. Az M85-ös, ami majd a Csorna-Sopron vonal lesz, az még csak tervben szerepel. Köszönjük szépen. Nagyon szeretjük ezt, hogy csak kérdezünk valamit, és azonnal külditek a válaszokat. Mi volt egyszer ez, hogy nem ért össze? Volt egy ilyen történet, a nyugati felüljáró, ugye? Elkezdték építeni a két oldalról, és nem tudtak találkozni középen, mert egy felnézett az egyik munkát, és azt mondta, mit csinálsz? Ugye, mit csinálsz ott lent? És nem találkoztak. De elvileg ez csak legenda. Persze, ez egy gyártás technológia, tehát hogy az tipikusan olyan pesti hozzáállás, hogy az azért volt, mert innen kezdték, és nem értettek hozzá. De a szenzációs, mikor rájössz és realizálod, nem? Olvasd egy interjút. Csak 30 centiméter.
mérnökkel olvastam egy interjút, aha, aki készített, annak én is mondta, hogy hát ez a gyártás technológiából adódott. Mondjuk én is így magyaráznám meg, hát hogy a gyártás technológia, hogy van 30 centi, aztán már összehúz. Nyugdíjas volt, nem kellett neki a munka. Ja, én is mindent kitalálnék, hogy ne derüljön ki, hogy nem tudott találkozni a felüljárói a gyártás technológia miatt. Hát azért azt jól is ki lehet számolni, és sikerült az sokaknak. Persze nem bántani akarjuk, de tudom, hogy igen, rémlett, hogy volt már ilyen történet. Barcs és Somogy Tarnóca között tegnap este az árokba borult egy kamion, a mentés most végzik, egyirányosították a főutat, figyelmesen haladjanak, jó utat, Z küldte nekünk. A 81-esen Söréd 16-os kilométerénél Fehérvár felé három lábú van, úgyhogy vigyázzatok. Valamint a Bodrog közben nagyon csúsznak az utak, ezt többen is elküldtétek, úgyhogy ott is óvatosan menjen mindenki. 55-ös úton Baja felé az Ásotalmi kereszteződésében, kamion keresztben az úton, valamint azt nézem még, hogy egyszerűen meg kell dicsérni a Budapesten kívülieket, szándékosan nem mondok vidéki hallgatókat, nehogy aztán még magukra vegyék, de hogy sokkal aktívabbak, mint a budapesti hallgatóink, vagy itt Pesten nagyjából minden rendben. Nem? Ezt nehezen tudom. Nagyon sok Pesten kívüli közlekedési hírünk van. Ne, hogy lenne már ebben a fejétből büzlik a hal. Na, gyerekek, csak hogy az M86-os mi a helyzet? Most már Lopper Dani munkatársa is betelefonált. Tehát itt kimondunk valamit, és megmozdul az ország, hogy mi a helyzet az M86-ossal. De most tényleg a Daninak az egyik munkatársa, igen, és onnan várja tényleg a döfést, vagy annak kapja az ember, ahonnan a legkevésbé várna. Bálint Orsi, csak hogy segítsen nekünk, őszre lesz kész az M86-os. Meddig? Tehát úgy érti, hogy megőszülünk, mire kész. Ősz leszel, Janikám, ősz leszel, mire megészül az M86-os. Meddig lesz kész őszre? Ezért már felolvastam, tehát szeptember. Aha, jó. Na, ez jó hír. Akkor, hát itt írt a hallgató, hogy ugye, hogy pont, Szombathely felől jönnek Csorna felé, és Csorna felől is mennek Szombathely felé, és akkor őszre összeér. Ezt nem lehetne, hogy két héttel korábban, hogy akkor pont szabadságon legyünk, amikor elkészül. Neked most semmi nem jó? Mi van? Ha azt mondom, hogy ez megépül, az meg, akkor miért nem épül? Ha ezt átadják szeptemberre, miért nem augusztusra? Nem, most ellenzékben vagyok. Mi van? Hát milyen elven? Ez a dolgom. Semmi? Ez hát a ma dolgom. Semmi? Na, drága hallgatók, elindítunk egy új rovatot. Ez csütörtökön lesz, ugye? Mert hogy a rovatok leginkább ugye az utolsó órában vannak, kedden mi Julink rovata nagyon szeretjük, pénteken a kérdezfelelek, és ezért csütörtökre is terveztünk egyet, amit mi már előre nagyon szeretünk, és reméljük, hogy ti is nagyon szeretni fogjátok. A rovatnak az a címe, hogy troll percek, és azért gondoltuk, hogy bevezetjük ezt a rovatot, ennek egyébként több oka is van. Egyrészt, hogy kiderüljön jelen pillanatban, hogy nem azt mondom, hogy milyen morális állapotban van az ország, mert ne vonjunk azért messze menő következtetést, hogy az egész ország olyan, mint akik trollkodnak. Ugye ki a troll, ki a kommentelő, aki akarva, akaratlanul, ismerve, ismeretlenül, ha szereti az embert, hanem beír egy cikk alá, kommentel, és az élet összes frusztrációját, baját, problémáját rázúdít az adott közszereplőre, sportolóra, és hát bekommentel ugye cikkek alá. Ennek van egy kis százaléka, aki egyébként kulturált hozzászólásokat ír, és akár még előre is mozdíthat egy-egy hírt, vagy véleményt, de hát legyünk őszinték, 80-90 százalékban azért ezek a hozzászólások, kommentek, ezek tényleg egyfajta, én nem is tudom, indulatlevezetés, gőzkiengedő szerepet töltenek be most már hosszú ideje, és hát brutális, ami megy. Hát és brutális, ami megy. Mi rájuk szeretnénk elsősorban. Tehát mi szeretjük őket, igen, ugye? Ez egy jelenség. Igen. Mondjuk az új rovattal kapcsolatban el kell mondanom azt, hogy elég sokáig vacilláltunk rajta, meg nagyon küzdelem volt itt közöttünk, hogy most ez a rovat legyen, vagy pedig szerva ott, szerva itt. Csinál egy olyan rovat, amiben Balázs 10 percen keresztül a teniszről beszél. De ezt így is, megkapjátok. Igen, azt nem mondom, hogy szeretjük őket, mert nem szeretjük őket. Én azt gondolom, hogy arctalanul, nem is ismerve egy adott élethelyzetet, az embert, akit bántasz, ilyen szavakkal, így, ebben a formában, én ezt soha nem tartom korrektnek, és nem tartozom korrektnek, egyszerűen nem igazságos az a kapcsolatban, akivel a hír születik, még akkor is, ha az ember nem szereti, mert hogy minősíthetetlenek sokszor ezek a kommentek. Viszont szeretnénk nektek bemutatni, mert hogy azért feltételezzük azt is, hogy rengeteg hallgatunk, egyébként nem foglalkozik ezzel, nem olvassa, nem is tudja, hogy mi a közhangulat jelen pillanatban a kommentelőknél. És ez a rovat arról szól, hogy megmutatjuk nektek csütörtökön az utolsó 20 percben, hogy egy-egy közéleti cikk alá, sportesemény alá, sporttal kapcsolatos hír alá, vagy bulvárhír alá, milyen elvetemült, szélsőséges, hát nem is tudok mi bántatlan paraszt. Bántatlan, igen, igen, tehát egy bárdolatlan paraszt szemét aljas hozzászólások születnek úgy, hogy sokszor a hozzászólásból derül ki, hogy nem, hogy fingja nincs bocsánata az aláírónak, hogy miről szól valójában a cikk,
csak hogy fröcsögni lehessen. Igen. Az igazán az, amikor egy cuki hír, tehát vagy egy jó teljesen ártalmatlan. Amire azt mondod, tudod, hogy gyerekek, ebbe tényleg nem lehet belebökni, akkor egy kicsit így megnézed, és biztos, hogy ott is találsz tényleg, egyet. Tényleg, hogy aki posztolta, hogy kirak egy ilyen másfél mondatot, hogy jól induljon mindenkinek a napja, aki feltéved véletlenül a Facebook oldalára, vagy valami, és akkor és már a második kommentben gyakorlatilag bele döngölik a földbe, hogy ír magja sem arra, hogy olyan széttapossa. Ugye, hogy lehet őket, a trollokat, a kommentelőket, és most azon kommentelőket értjük, akik azért tényleg ebben a stílusban csinálják, hogy ha valakinek jó, akkor az nekik rossz. Igen. Ha valakinek rossz, ugye? Akkor ők a mennybe mennek, extázis van, és imádják, hogy valakinek végre rossz, eltörte, elhagyta, megcsalta. Akkor jön elő a kárőrvendés. Akkor igen, az na, viszont neki megmondtam. Lelki kielégülés, igen. Csak azt kaptad a diát. Lapozzá vissza, kiírta meg, én is. Na, végre célba ért. Tehát, hogy mindig ellentétes irányon mozognak, és elképesztően frusztráltak, szomorúak, és bekommentelnek olyan hírek alá, és például a televíziós műsorok alá, én soha nem nézek, de azért nyilván beírok egy tévés hír alá, hogy Ördög Nóri átigazolt, soha nem tudom, hogy ki ő, nem is tudtam, nem is tévézek, de azért kommentelnek egy tévés hír alá természetesen. Tehát egy külön állatfaj lehet mondani. Persze, hát egyébként a pont az utóbbi a kapcsolatban ide kívánkozik, hogy ugye tudjuk, hogy azok a kommentek, amik úgy kezdődnek, hogy én ugyan nem nézem, de. Ott egy masszív tévéfüggőség van. Igen, én csak Dostojevskit olvasok. De hogy a Blik írta a múltkorát az... De most megyek, mert mennem kell madárhangokat gyűjteni, hiszen ez az élet. Igen. Na, szóval erről szól majd ez a rovat. Szeretnék nektek bemutatni, hogy milyen állapotban, milyen morális állapotban vannak a kommentelők. Nem mondom, hogy az ország, mert azért ezt tényleg nem mondjuk, de a kommentelők egészen biztos. Összeszedtünk néhány hírt, és csütörtökön mindig összeszedünk majd, ami azon a héten történnek, múlt héten történhettek, és sokat lehetett róla hallani, aztán megnézzük, hogy mit írnak a kommentelők. Hát van több is, igazából. Melyikkel kezdjük? Ugye Saul fia például, hát igen. Mindenki sokat beszélt erről. Hosszú Katinkával is szeretnénk egy picit foglalkozni. Ér problémák miatt egy budai klinikán fekszik Andy Vajna. Igen, szeretném sajnos megnézni, hogy mit írtak a kommentelők. Így van, jobbulást kívánunk neki. Hát azért erre ez például egy tipikus példájának, hogy amikor azt gondolod, hogy valaki beteg és kórházban van, ott már nem bántjuk, nem? Uh-huh, tehát van igen. Az állapot, amikor ott már tényleg. Tehát akkor már nem rugunk bele, nem bántjuk. Legalább 10-ből 5 az, hogy jobbulást kívánunk, mielőbbi felépülés. Igen. Na, kezdjük akkor például Andy Vajnával. Jó, Andy Vajnával. Jó? Ugye a cikk arról szólt, hogy ér problémák miatt egy budai klinikán fekszik Andy Vajna, filmügyi kormánybiztos, nemrég megütötték az Egyesült Államokban a lábát, de komplikációk léptek fel nála, és bevitték egy ágyas budai kórházba, ahol fekszik. Ugye egy jobb érzésű ember arra gondol, hogy tényleg nem. Hát most már nem. Mindegy, velem is megtörtént családtag. És nézzük a kommentelőket, a trollokat, hogy mit gondolnak erről a hírről. Ez egyébként az Indexen jelent meg. Maga a cikk, aztán ugye nagyon sokan átvették. Kedves Index! Az ilyen köztes állomások nem érdekelnek. Lennétek olyan kedvesek akkor szólni, amikor a ravatalra viszik? Nem már. Elképesztő. Na basszus, Timike, mi lesz most? Veheted elő a vibrit? Ja, hogy el se volt téve. Vártam, hogy Tímea bekerül. Igen, nagyon gyorsan berántották. Igen. A leendő vígőzvegy következő kommentelő. A leendő vígőzvegy ma már a divatházakat járja decens feketéért. Írta egy kommentelő. Ez a mind a kettőnek beszólok, kicsit temetem már ugye szegény Vajnát, amer kórházban van, és ugyanakkor pedig, hát megbököm egy kicsit az ő nejét, hogy már ugye azért csak egy Versace-ban akar majd a temetésre igen. menni. Bámulatos. És a legszebb, mégiscsak egy kórházban lévő emberről beszélünk, az új film címe az Élősködő pocok kórházban. Ronda is, szuszog is, patkány mérget neki vacsorára. Csak hogy hát milyen a morális állapot a kommentelők között, ez még nincs vége, érdemes szemezgetni, mennyi emberség, micsoda frusztráció, miért elfojtottuk. Nézzünk egy másikat. Azt mondja, hogy ugyanebben a témában nyilvánultak meg egy másik portálon a következőképpen. Gondolom a sok viagrát nem bírta a szíve, gratulálok a fiatal asszonynak, ha a macskája lenne beteg, biztos ápolná a férjét, akit mindennél jobban szeret, pedig itt hagyja a betegen, csak így tovább, de aztán fizetésnapon ne csodálkozzon, ha kevesebb lesz a borítékban. Oké, okay. Azt mondja, hogy jobb lenne, ha a kórház nem bánna vele olyan kedvesen és kivételezne, mert a végén még azt is az is megtetszik neki, azt a családi tévé mellé egy családi kórházat is vesz a Fidesznek. Elképesztek. Ide kellett eldugni, mert nem mehet Kaliforniába, mert azonnal lekapcsolnak adócsalás miatt. És azt mondja, na hamarosan új jog a vígőzvegy, nem is kellett sokat kibírni a vagyonért, Vajnának meg egy közkórházi kezelést kívánok.
Hosszú Katinka története. Ugye mindenkit megoszt a dolog, lehet így is úgy is gondolni, de mégis azért nagyon sok érmet nyert az országnak, és hát hírünket vitte. Tehát most szeretjük, ahogy ő döntött, és amit csinált, vagy nem szeretjük, az egy dolog. De mégis, hát azért abból a szempontból ilyen büszkék lehetünk rá, hogy nagyon sok érmet nyert már nekünk. Na, utóbbi idők legsikeresebb sportolója, mondjuk. Utóbbi évek, igen, legsikeresebb magyar sportolója. Így van. Hogy mit kívánnak neki az emberek? És hogy mit írnak vele kapcsolatban? Hosszú és férje a piti pénzdíjas versenyek hiénái, írja egy kommenteli. Rióban jön a hideg zuhany. Alig várom. Ugye? Aha. Tehát az alig várom itt a tanulságos, hogy egy magyar egy másik magyarnak egyébként azt kívánja, hogy bukjál le. Alig várom. Olimpián fürödj be, bár te is magyar vagy, én is. Jó lenne a Szolnai himnusz, de mégsem. Öröm, tényleg ebbe belegondolni, hogy együtt izgulunk a magyar sport sikerekért. Igen. Katinka nyugodtan menjen vissza az USA-ba. Nekem biztosan nem fog hiányozni. Ha itt marad és nem nyer jóban, akkor majd telekürtöli a világot, hogy itt milyen rosszak a körülmények. Eddig is volt elég olimpiai és világbajnok úszónk, ezután is lesz, nélküle is megvagyunk. Nyugodtan menjen vissza oda, ahonnan jött. Nem fog hiányozni. Hát igen, az ember nem is tud mit mondani. Gondoltam én már az első pillanatban, hogy valaki a háttérből mozgatja a dolgokat. Az összeesküvés. Igen, ugye? Igen. Az aki a mélyére lát. Aki a mélyére lát, típusú kommentelő, ő már tudja, hogy igen, mi történik. Igen. Hosszú Katinka túlságosan buta ahhoz, hogy ilyen követelésekkel előálljon. Nem látszik egy intelligenciája a nagy bajnoknak. Valószínű halvány fogalma sincs arról, hogy mit csinál valójában. El kell zavarni mindkettőt, majd akkor észhez térnek. Nem fog hiányozni, nyugodtan küldjék el. Tehát, hogy micsoda indulat áradat egyébként, gyorsan, nem? Gyorsan elengedték ezt a sztorit. Megdöbbentő. Aztán volt egy másik cikk, ami arról szólt, hogy Sobert Norbi fia túlsúlyos. És hogy ezt közzétett egy családi fotót, és emiatt cikizik Norbi kisebbik fiát. Na most itt megint előjön az, hogy azt gondolhatod, hogy azért gyereket mégse kellene. Hmm. Nem? Hogy úgy bántsuk a Norbit, oké, de hogy ne kommenteljünk, és ne írjuk, és ne bántsuk a gyereket, hát nem ártott ő senkinek. Ha a szüleit szeretem, nem szeretem. Ha nem szeretem, okay, szüleit, akkor gyerekben ne rúgjunk be. Meg előlegezzük már meg azt a bizalmat egyébként, amit mondjuk a Norbinak a pályafutásából is mondjuk így levezetett, hogy Norbi is kövér kisgyerek volt annak idején, aztán mégis egy fitness guruván nőtte ki magát, úgyhogy az a kisgyerek még nyúlhat, nőhet, stb. Lehet, hogy ez egy természetes állapot az ő életében. És hát azért nem, ami azon a fiúcskán van, azért az nem egy ilyen nagyon nem szörnyű. Nem extrém. Így van, tehát nem egy nagyon szörnyű túlsúly. Igen. Kapott? Szegély. Igen. Nem kell kipakolni a családi fényképeket, a kölyköket, meg nyilvánosan nem lesz róluk negatív vélemény. Ennyi. Norbi junior rettenetesen kövér. Lara lófogú, mint az anyja. Az izmók a bamba, és gusztustalan a haja. Ez a véleményem. A nyilvánosan megosztott képek, információk alapján pedig Soher Norbi miért nem rakja ki a két gyerek bizonyítványát, amivel dicsekedni akar a tanulmányi eredményüket. Az összes buta, mint a tök. Így a... Az anyjam. Meg is van. Hogy így, így egy mondat beakaszált mindenki. Ezt a kutya pályán. Egy másik kommentelő nagyjájesen helyre teszi elhatalmasodott a lelkedben a gyűlölet. Borzalmas szavakat használ gyerekekre, akik ártatlanok. Az egy dolog, hogy neked nem szimpatikusok a szülők, de a gyerekek bántottak téged. Szánalmas. Tehát még van, maradt a kommentelőkben azért igen, jó indulat. Igen. Még van bennük jó indulat. Mire újra írt az ember? Szabadon vélemény nyilvánítok, jogom van. Senki nem kényszerít rá, hogy olvasd. Atya úristen. Igen. Soher Norbi, hiába takargatod a Dagi Ronda fiat pulcsján azt a képet, akkor is felismerem, hogy kiről van szó. Mert hogy van egy kép a fotóján, teljesen mindegy. A Dagi fiat. Jézus. Igen. Nem is tudom, hogy kell állni ezt egyébként, tehát ha kirakod a gyerekeid képét, ha már te ezt vállalod, akkor... Te sajnos ez benne van a pakliban. Van, akik tényleg csak utaznak arra, hogy így meglátnak egyet bármit, de egyébként a felvezetésben elmondtuk egyébként, hogy teljesen mindegy, tehát hogyha az aranysakálokat visszatelepítik a Hortobágyra, vagy újra elszaporodnak, abból is tudnak néhányan csiholni valami olyan sztorit, hogy abból érted, az aranysakálok behúzzák a farkukat, és szűkülve húzzanak vissza oda, ahol eddig voltak. Igen. Nézzük, mit írnak egy teljesen pozitív hírre. Pára talált Oszter Sándor lánya, és aki egyedül levelte eddig a fiát, de most pára talált. Azt gondolom, hát, hogy ez tényleg, tehát nem jó, kell. Örüljön, tehát nem kell állítani, igen. Mindent csinál, de semmiben nem kiemelkedő. Nem sokáig lesz párja.
Rátarti, gőgös csaj, nincs tisztában a középszerű képességeivel. Írja ezt egy komment elő, mintha egyébként abszolút ismerni. Igen, jó, hogy tehetséges rajzol fest, de egy színésznőnek miért ez a fő foglalkozása? Nem is értem. Egy másik komment elő, végre, ezután már nem lesznek álmatlan éjszakáim. Sokat aggódtam értük, óriási teher lehetett számára egyedül előteremteni a megélhetéshez szükséges anyagiakat. Ja, mert hogy a papának jól megy, és akkor erre célzott itt. Igen. Szóval, hogy itt hihetetlen. Hihetetlen, van még. Hogy ugye? Volna, Sarka Kata Sarka Facebook Kata. Oldala. Kirak egy képet magáról a Kata, edzés után készítette magáról, előszeretettel készít ilyen szelfiket. Hát neki egyfajta missziója, egyfajta ilyen projektje ez, hogy próbálja meg így az egészséges életmódot népszerűsíteni a Facebook oldalán keresztül. És az ikreket. Ott van a kép alatt a következő szöveggel. Jól indult a reggel, ma is suli, és ovi után frissen, fitten, már túl is vagyok az edzésen, indulhat a munka, legyen csodás napotok, és kis szívecske. Ártalmatlan. Tehát, hogy így... Egy kis szeretett bomba. És ne felejtsük, hogy a rajongói oldal, tehát elvileg azért mész föl, akit mert követ, szeretem. Mert hogy valószínűleg kedveled, nézegeted a fotóit, és szereted, ugye? Tehát ebben az a dupla csavar, hogy rajongói oldalra nem mész, ha az ember nem érdekel, hát nem lájkolod benne az oldalát. Van, így van, benne van az is, hogy anya vagyok, mert elvittem már a gyereket a suliba, meg az oviba, tehát teljesítettem anyai kötelezettségemet, és most edzettem. Hát, ha kirakja, hát nincs baj, persze, nem szereted, ne kövess. Nézzük, mit írnak a rajongók. Hát, és annyi szeretet, annyi jó indulat. Azt mondja, nem értem, Petike szarja a pénz, de nincs egy saját konditermetek gáz. Oké, első. Ez volt egy tég. Tedd szét jobban a lábad, ehhez értesz csak nulla vagy. Micsoda gyűlölet. Figyelj, azt mondja, hogy a kezedből valaki azt a telefont az edzőteremben pózolsz, vagy edzel, mint a Rubint Lófej Fitness. Nem... Nem vagytok ti testvérek, önimádás level 200. Azt a vennyige lábakat, oh my god, edzél már a lábaidra is, Katika. Nem csinált ez a nő az edzőteremben lóf, sem. Csak a rajta lévő ruhát reklámozza. És így szépen egymás után. A rajongói oldalon. Így van, a rajongói oldalon. Tudod, tehát ezzel az egészen nem akart szerintem igazából semmit. Tehát csak fölrakott egy képet. Igen, jó, neki most ez történt, ez volt, most megy a dolgára. Mindenkit nagyon szép napot kívánok. Kész. Köszönöm. Gyönyörű. És így köszönik. Hát nem is tud az ember egyébként, vagy nehezen tud erre mit mondani, viszont így szemezgetve azért talán egy kicsit jobb kedvünk lesz. Jobb kedvünk lesz ettől. Csütörtökönként előveszünk majd egy-két hírt, és megnézzük, hogy a mi trolljaink, hazánk trolljai mit kommentelnek, és mit írnak be. Valószínű, hogy itt tényleg ne nehéz megideologizálni, de hogy én nem is tudom. Tehát egyfajta... Mi zajlik a háttérben? Nem igen. Fogad. Tehát az az első lépés, amit mondtál, ahhoz, hogy te kommentelni tudd a Sarka Katát, neked lájkolni kell őt. Ugye? Gondolnád, hogy utána már nem írsz be rosszat. Vagy ha be is írsz, nem ilyen stílusban. Hát dehogy nem. De mégis. A legjobb az, amikor valaki létrehoz gyorsan összeült egy ilyen kis Facebook profilt, hogy be tudjon írni egy-egy hír alá. Ezt egyébként mi is előszeretettel tapasztaljuk. Tehát, hogy látjuk mi is, mert hogy nálunk is előszeretettel csinálják ezt sokan. Tehát azért lájkolsz egy oldalt, amit egyébként nem is szeretsz, hogy ott kifejezhetsz, vagy levezethetsz. Nem csak, hogy lájkolsz, hanem létrehozol egy kamu profilt, csak azért, látod rajta, hogy aznap hozták létre azt a Facebook profilt, csak azért, hogy beszólhassál valakinek. Csak azért. Utána lehet, hogy többet nem is használod semmire. De neked nagyon fontos, hogy aznap valakiben egy jó nagyot belerúgja. Elképesztő, hogy milyen frusztrált emberek van. Egyébként tényleg megdöbbentő, hogy igen, és ettől valószínűleg neki jobb, tehát kiírja, leírja, bántja, most másképp, hogy magadra veszed, nem veszed, vagy hagyod, hogy eljusson ez igazából hozzád, vagy nem, de hogy neki valójában ettől termeled. Igen, kifújja, ez a fúja, fúj egyet, és megvan, igen. Dagad, buta, lófaj a gyereket. Hú, de jól esett ki. Igen, tényleg elképesztő. Jól van, na, csütörtökönként 9 óra után végigveszünk egy-két hírt, és szemezgetünk abból, hogy mit kommenteltek azok, akik így döntöttek, hogy cikkek alá írogatnak. Most viszont játszunk, itt van már is a hallgatónk. Ott volt? Valahol, igen. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Sziasztok! Szia! Hello! Reni, hello Reni, honnan hívtál minket? Szigetszentmiklósról. Szigetszentmiklósról, mit csinálsz? Egy varrodába dolgozunk. Varrodába? Igen. Több lány is? De mi még nem játszottunk. De már más lányokkal, igen? Nem, ti játszottatok más varrodából, még a karácsonyi szünet előtt. Ó, ja, igen, nekem nagyon sok varrodánk volt már. Az ország számos pontjáról hívtak bennünket, igen. Hányan vagytok? Hát most ebben a teremben, hát 8-9-10 körülbelül.
Nagyon jó. Hát akkor menni fog. Milyenek a kérdések, Jancsóa? Azt mondja, hogy nézem. Azt mondja, hogy... Na, hát dőzs már el. Figyelj! Szerintem ki fogják találni a lányok? Hallottad, vannak 89-10. Mehetünk? Mehetünk. Így szól az első kérdés. Melyik hazai zenekar dolgozta fel tavaly a Darabokra törted a szívem című Bergendi dalt? A Halott pénz. Így van! Halott pénz. Ez az! Ez az! Megérkezett. Az van most egyébként, azt csinálja a számítógép, gyerekek, hogy gonosz, és ahogy rákattintan a Balázs, bármi elugrik elő. Arrébb megy ez a rohadék. Az előbb a szignál. Így van. Jól van. Ügyes vagy, megvan. Menjünk tovább? Menjünk. Melyik európai főváros folyója a Spre? Istenem ad, hogy a németem jó legyen. Köszi, Jani. Ja? Hát legalább. Lányok? Nem hallott. Már kicsit segítettem. Segítettem. Német? Nem. Főváros, melyik európai nem? Főváros? Főváros. Berlin. Jó, ez kicsit elszóltam magam, igen. Menjünk tovább. Az Istenem, hogy jó legyen a német. Milyen témájú a harmadik kérdés? Idegrendszeri. Szó szerint. Nehéz megmondani. Orvosi. Hát, menjünk. Azt mondják a csajok, menjünk. Így szól. Melyik orvosi szakterület foglalkozik az idegrendszer rendellenességeivel? Neurológia. Uh-huh. Mondtál valamit? Mondta. Ja, jó, és mit te? Néha, fél tíz körül kicsit néha. Picit, lefűzök. Megvan az ajándékcsomag. Végig minden. Köszönjük. Szívesen, jók voltatok nagyon. Köszönjük. És hány embernek? Hány embernek nem jut belőle, hogy ilyen sokan vagytok. Azt beszéltük a csajok, hogy mivel ennyien vagyunk, hogy ennyi ajándékot csomagot tudtok-e küldeni. Nem, de hát miért is kéne. Nem az, hogy ezt nem mi küldjük, hanem a promóciós lányok. Úgyhogy ezt mindig kihangsúlyozzuk, hogy nem minket utáljanak. Meg hát tudott volna betelefonálni a szegedi csillagbörtönből valaki, akkor azért ott sem lehet mindenkinek. Tehát, hogy kicsit nehéz, hogy Győri kézilabda válogatottban játszik valaki. Egyet tudunk mindig, és akkor aztán osztozkodtok. Jó? Majd kirakjuk. Csinálunk ilyen szentélyt neki. Rakjátok irányba. Oké. Köszi. Jó van. Ciao. Sziasztok. Sziasztok. Ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 9:30 múlt. 3 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el. A Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. 3:40 lesz pontosan. 2 perc múlva, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Több témánk is volt. Mire gondolsz? Ő már hallotta ezt. Ő csinálta. Benne volt, hogy miért nincs itt a Jani. Látom. Azt akarod megkérdezni? Hát úgyis best of jön. Hát azt ő csinálta. Hát benne egy harmada az övé. Mi hallgassa meg még egyszer, persze. Szóval, hogy felhívtuk Mielis Norvízt, aki hatalmas lehetőséget kapott ugye a Hondától, és a gyári csapat tagja lett. Ez egy hatalmas örömhír. Bánjanak majd kesztyűskézzel vele a kommentelők. Jó, szeressük. Egyelőre nincs. Tehát egyelőre nincs. Egyelőre nincs, így van, úgyhogy Mihálisz Norbival beszélgettünk ma reggel, milyen lehetőségeket tartogat ez a számára, hogy végre hosszú-hosszú évek után gyári csapatban versenyezhet. Ne törődj, elmondom, nincs itt. És egy nagyon érdekes beszélgetésünk lett volna a Pampet Gabóval, aki ugye a tavalyi nyár felfedezettje. Talán az Index fedezte föl, ha jól emlékszem, a Pampet Gabót. Aki ugye a Balatonszándon tűnt föl, és hát minden helyzetben, minden pillanatban történjék bármi is a Szándon, jégeső, vihar, fagykár, jégkár, napsütés, ott volt, és mindig félmesztelenül táncolt. Egy hát kiválóan kigyúrt fiatal emberről van szó, aki kitalálta, hogy... Hát köldöktől fölfelé, tehát... Köldöktől fölfelé. Nem láttam sírke. Alul. Ezt nem nézem, hogy milyen Pampet Gabó alul. És kitalálta, hogy ő... csajozási iskolát indít, vagyis csajozási tanfolyamot, megtanítja a magyar fiatalokat csajozni, a pasikat.
Mert hogy neki ez nagyon megy. Mi hát pedig lecsaptunk a híd, és akartunk vele beszélni. És nem is akár hogy beszéltünk vele, gyakorlatilag forradalmasítottuk a műfajt, az interjú műfaját. Egyszerűen ilyetett, amit a Edward Snowden-nel beszéltünk volna. Bizony, a beszélgetés érdekes fordulatot tett, mert hogy kiderült, hogy elvileg exkluzív szerződése van a TV2-vel, ezért neki nem nyilatkozhat. Mi viszont megpróbáltuk rávenni, hogy nyilatkozzon, mert találtunk egy kis kaput, hogy ez hogy oldható meg. De ahogy mondod, elvileg, mert ugye Gabu nem emlékezett rá pontosan, hogy mi van a szerződésében, hiszen tegnap olvasta. Nem, tegnap olvasták fel neki. Na, mutatjuk, mi történt velünk ma reggel. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Tényleg nem az a hülye, aki ilyen iskolát indít és megtartja, hanem aki egy hat érezt, azért úgy egy évre kicsenget és elmegy csajozást tanulni, nem? És mennyit fizet kisfiam? 1 millió 6-ot. Apa, jó, hogy megtanulja a Gabot a csajozám is. Jó, valamire. Azért az szép. Csabi, jó reggelt, hello. Jó reggelt. Csáó. És én mindig gondoltam, hogy el kell kezdeni félretenni jó időben a gyerekeknek, tehát hogy majd nem tudom tanítatni őket, vagy venni nekik egy bármit, amikor majd nagyok lesznek, és esetleg nem tudom, most már tudom, hogy mire teszek félre. Tehát, hogy ha sikerül, akkor tudom, hogy mire fogjuk elkölteni. És két fiú van, tehát azért ezt így. Aha. Ennyi, az egyből 3 millió 2, elmennek csajozást tanulnak Gabótól. Azért, bocsánat, egy mondat, én ahogy elnézem a Csabinak a gyerekeit, hát azért ott nem kell neki elmenni. Hát meg az iskolába. Apukának csak van egy kis rutinjából. Csak van ott valamit átadni te. Lehet, hogy olcsóban adok nekik tanácsot. Fiatal korodból. Hát én most már egyébként egyre inkább úgy érzem, hogy kéne ott egy DNS vizsgálat. Mert azok a gyerekek annyira jóképű, mint a két srác, hogy ez nem is értem. Ebből hogy? Hát az anyjukra hasonlítanak. Hát ennyi. Na jó, hívjuk a nap hallgatóját. Nagyon jó ötlet jött SMS-ben, hogy naptrollját kéne ma választani. Nem írnak be telefonszámot, nem tud elérni őket. Igaz. Ugye nem trollok, hogy ebbe a számát. De ide, az SMS falra, aki meri vállalni, hogy betrollkodik. Ja, ide? Nekünk. Nem jelzik más, csak több száz troll még, aki egy ajándékcsomagért bán minket. Morning Show. Hello. Sziasztok. Hogy hívnak? Ákos vagyok. Ákos, hello Ákos. Benne volt a Best of-ban is az SMS-ed, ugye Pampet Gabó beszélgetés után írtad nekünk. Ha nem tudnám az előzményeket, azt hinném, hogy Anna médium és a túlvilággal beszéltek. Egy agyhalott. Írja valaki. És ez te voltál. Hello, hol hallgatsz minket? Sziasztok. Akkor éppen úton voltam egyébként most Ózdon. Ózdon vagy. Dolgozol? Így van. Mit csinál? Fröccsöntőmérnök vagyok. Fröccsöntőmérnökként dolgozva. Az hány szóda, hány bor, Feri, az hogy van? Hogy van, az mennyi bor, mennyi? Hogy van? Hogy tesszük az összeset? Egy-egy. Egy-egy. Jól van. Küldünk egy szép kis vendégcsomagot neked, jó? Rendben, köszönöm szépen. Köszi, ciao. Sziasztok. Hello, hello. Csabikám, remek zenék? Tracy Chapman ekkori klasszikusa, a Fast Car, feldolgozva 2016-os az bizony verzióban. Egy Jonas Blue nevezetű DJ és Dakota közösen. Dakota is itt van. Én nagyon szeretem Tracy Chapman, én szívesen hallgatok a kocsiban is Tracy Chapman, de hogy ezt így hogy ásták elő? Tehát ez sem nem egy vidám dal, jónak jó dal, de hogy akadtak Tracy Chapman? Van Tracy Chapman? Vidám Tracy Chapman? Tracy Chapmanből viszonylag kevés, hogy én nagyon kedvelem, nagyon jó hangulatú zenét csinál. Van egy kevésbé ismert polkája. De hogyha feldolgoznék valamit kicsit diszkosítva, denszesítve, hogy nem Tracy Chapmanhez nyúlnék. Na de valószínűleg pont ebben van a lényeg, a kihívás, hogy hogy tudsz egy kicsit szomorkás hangulatú dalból egy mai tempós, nem tudom, vidám hangzású dalt, és nem feltétlenül a vidámság itt a lényeg, hanem hogy hogy tudsz abból egy mai dalt varázsolni. Aha. Szerintem ez volt a kihívás Jonas Blue-nak, hát majd hallgass meg, hogy sikerült. Na, hallottam tegnap pont a rádión. Azt hittem, hogy Tracy Chapman-t játszunk, aztán rájöttem, hogy nem. Szóval tovább hallgattam, és akkor jöttem rá, hogy valaki feldolgozta, és akkor most kiderült, hogy ki. Jól van, Csabikám, jó munkát neked. Köszönöm szépen. 555-55-00 a telefonszám, ha valaki szeretne dalt kérni. Jonas Blue-nak és Orbán Viktor kedvenc DJ-nek, Dakotának. Mindjárt. 3 perc, pontosan 10 óra, Csabi jön a kívánság műsorral, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.